Akkor nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselőtestületi ülésünkön. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a megjelent vendégeket, meg a hivatali dolgozókat, és köszöntöm a videó nézőket. Külön köszöntöm dr. Hulbán Csilla Jánosi hivatalvezető asszonyt, aki megtisztelte a mai ülésünket. Fogjunk is neki, mert nagyon-nagyon sok napirendi pontunk van. Először is ugye megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. A Zsura Brigitta képviselő asszony jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt ma nem tud részt venni az ülésen, illetve a alpolgármester úr pedig szintén, vagy hát ő nem szintén, de lábadozik, reméljük, hogy a következő testületén már itt tud lenni, úgyhogy jó egészséget kívánunk neki innen is. A többiek itt vannak, úgyhogy határozatképesek vagyunk. A képviselőtestületi anyagot, az előterjesztéseket megküldtük, ahogy az írva és kérve vagyon, úgyhogy a bizottságok is már tárgyalták szinte az összeset. Egyetlen egy javaslatunk lenne pluszban, ez most került kiosztásra, a képviselőtársaim előtt van, és szeretnénk, hogyha ezt is tárgyalnánk, mégpedig Algyő Nagyköség önkormányzata és a MOL NRT között létrejött szerződések jóváhagyása. Benne van az előterjesztésben, de jegyzőről is fogja szerintem mondani röviden majd, hogy ha odaérünk az előterjesztéshez, hogy miért is kell ezt most, mert ezt egyszer már elfogadtuk, tehát nincs benne semmi újdonság, némi módosítást kellett benne eszközölni, és ezért kellene elfogadni, nincs nagy, tehát nem egy nagy és lényeges elem, de mindenféleképpen bele kell írni a szerződésbe, és akkor ezért hoztuk ezt most vissza. Javaslatom az lenne, hogy a hát szerintem a 29-es elé, ugye az jó? Tehát a jelentés a képviselőtestület határozatának végrehajtásáról elé, itt a 28-as után tárgyalnánk, hogyha ezt a képviselőtestület majd mindjárt jóvá hagyná. Egyéb javaslatunk nekünk nincsen, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, ugye ezt el is mondtam, 31, ezzel ha fölveszünk 32, napirendi pontunk lenne nyílt ülésben és egy zárt ülésben, és ezt is nyíltbe vesszük föl, mert MOL jelezte, hogy nincs neki olyan kifogása, hogy ez nyílt ülésben kerüljön megtárgyalásra. Van-e napirenddel kapcsolatban bárkinek javaslata? Amennyiben nincs, és ezzel a módosítással el tudjuk fogadni, kérem készfeltartással jelezzük. Köszönöm szépen. És akkor az első napirendi pontunk az egy hivatalos, ünnepélyesebb napirendi pont, ugyanis a Németh Sándor bizottsági tagunk, a bizottsági tagok eskütételén nem tudott egyéb elfoglaltság miatt megjelenni, így aztán ő most tenné le ezt a bizonyos bizottsági esküt. Úgyhogy ehhez mindenkit arra kérek, hogy álljunk föl, és én mondanám az eskü szövegét, bizottsági tagunkat pedig arra kérem, hogy ismételje utánam értelemszerűen, és aztán a bizottsági eskü okmányt is átadnám neki. Én Németh Sándor. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. És másokkal is megtartatom. Bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat. Bizottsági tagi tisztségemből eredendő feladataimat. Algyő Nagyközség fejlődésének előmozdítása érdekében. Algyő Nagyközség fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Köszönjük szépen. Köszönöm a többiek helyet. Köszönöm szépen. Munkát eddig is. És továbbra is. Már meg volt a bizottsági ülésen, hiszen az már volt. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok mindenkinek. Köszönjük, meg lesz jó sok mindent. Kell ma döntenünk. Itt van, és aláírom. Köszi. No, fogjunk akkor neki. Második napirendi pontunk, tájékoztató Algyő Nagyközség önkormányzata 2024 évi költségvetési gazdálkodásának 1/3 évi helyzetéről. A maga az anyag szerintem minden lényeges elemet tartalmaz, amit egyértelműen ki lehet emelni, bár ugye folyamatosan voltak önkormányzati költségvetési rendelet módosítások itt az év folyamán. Ugye egyrészt a legutolsó módosításhoz képest a főösszeg nem változott, legalábbis itt most ugye nincsen ilyen típusú jelzés, 5.639.000.000 forint. Ami talán lényegesebb, hogy és jelzi az önkormányzatnak a odafigyelő működését, hogy igazából a legtöbb sor esetében az időszakos kifizetések, ha most a kiadási oszlopot nézzük, akkor teljesen rendben vannak, inkább alatta vannak az időszakos kifizetésnek, ahol viszont esetleg nőtt, ott ugye Erikáig megnézték, az általában azért lehetséges, mert vagy egy összegű kifizetés van egész évben, és nyilván természetesen olyankor nem, az megjelenik a teljes kifizetés akkor abban a pillanatban, amikor az realizálódik. Lényeges, hogy ugye a tartalékokat is jeleztük, egyrészt van egy nagyobb tömegű lekötésünk, ez mindig nagyon jó így az év végére fordulni, hogy természetesen tartalékokat tudunk a költségvetésben, sokkal egyszerűbb egyébként a jövő évi tervezés is ebből kifolyólag. Másrészt pedig ugye ami még talán lényeges lehet a költségvetéssel kapcsolatban, hogy az alapvető akár a szociális sorokon, akár a egyéb tartalékok területén is szerintem abszolút jól állunk. A kiadás és a bevételi oldal egyensúlyban van. A normatíva, szintén ezért érdemes róla beszélni, az állami normatíva is, egyrészt az éves normatíva is úgy tűnik, hogy emelkedett így év folyamán, ez főleg a bér kompenzációk, illetve a bérre kapcsolatos, vagy a személyi juttatásokkal kapcsolatos évközbeni emelkedéseknek köszönhető, de látszik, hogy a tervezethez képest ez már év végéig is több lesz. Hát szerintem nagyjából ezt érdemes kiemelni, ugye arról már beszéltünk, hogy az iparizési adó az 1,4 milliárdos tervhez képest 1.845.000.000-val tűnik realizálódni, ugyanígy a építményi adónál is egy pici többletet tudunk talán majd eszközölni itt az év végére. Úgyhogy szerintem így összességében ez lényeges, tehát egyik oldalon egy takarékos odafigyelő kiadási oldal, és egy picit emelkedő bevételi oldal, talán így lehetne összefoglalni az 1/3 évet. Erika, van-e esetleg kiegészíteni valót? Köszönöm szépen. Bizottságok tárgyalták, minden bizottságnál volt, hiszen ez egy fontos anyag. Nézzük, akkor kezdjük a pénzügyivel. Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatást. Köszönöm szépen. Bizottság szintén elfogadásra javasolja. Köszönöm, Humán. Már minden bizottság elfogadásra javasolja. Köszönöm, van a képviselői kérdés az anyaggal kapcsolatban így. Amennyiben nincs, és el tudjuk fogadni a tájékoztatót, kérem, készfeltartással jelezzük. Egyhangú, köszönöm. Háromas napirendi pont. Algyő Nagyközség önkormányzata 2025 évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkodása. Minden évben, nem egy kötelező, ugye ez sem kötelező, hát így, hogy nem fogadjuk el a költségvetést decemberig, így kötelező, tehát január-februárra, ugye február végén szoktuk mi általában a költségvetést elfogadni, ennek több technikai oka van, de ezt mindig el szoktam mondani. Tehát erre a január-február időszakra átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkotni, ez nagyjából annyit jelent, hogy azoknál a finanszírozásoknál, ahol havi finanszírozás van, vagy akármilyen cégek működése, sportkörnek van ugye talán ilyen havi bontásban a támogatása, azoknál a egy havi kifizetésnek megfelelő összeget lehet mindaddig kifizetni, amíg az új költségvetés nem tartalmazza már az új működési támogatásokat. Ez igazából a lényege, és ezzel kapcsolatban nyilván még rendelkezési szabályok vannak, de ezt minden évben elfogadjuk, nincs nagy történet a dologban.
Most sincs benne újdonság, de Erika, ugye semmi olyan nincs, amit eddig nem szavaztunk volna már. Megnézzük a bizottságokat. A pénzügybizottság a rendelettervezet elfogadását javasolja. Köszönöm. Tűz szintén támogatja a nagyobb megalkotását. Humán. Humán ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a 25 évi átmenti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását. Köszönöm szépen. Van a képviselői kérdés? Ha nincs, és el tudjuk fogadni, kérem, jelezzük. Egyhangú 4-es Algyó Nagyközség önkormányzat a 2025 évi költségvetési koncepciója. Ezt is minden évben novemberben nyújtjuk be. Ez zömében, ha lehet mondani, akkor azt jelenti, hogy a képviselőtestület a költségvetés megalkotásához egyfajta iránymutatást adhat ezzel a költségvetési koncepcióval. Ez nem kötelező. Egy ilyen előterjesztés nekünk segítség, hogyha bármi olyan új fölvetés van, akkor azt a költségvetés tervezésekor figyelembe tudjuk venni. Alapvetően, amit itt el kell mondanom, talán így a makro helyzettel kapcsolatban, és ezt már több fórumon is elmondtam, az látszik, hogy a bevételi oldalon hallok ilyen híreket is, hallok olyan híreket is, hogy hogy teljesített a gazdaság 2024-ben. Talán abban megegyeznek ezek a vélemények, hogy azért a 2023-as évnél nem lesz jobb gazdaságilag a 2024. Ez nyilván nekünk azt jelenti, hogy a mi költségvetésünknek nagymértékben meghatározó gazdasági bevételeink nem valószínű, hogy olyan túl nagy javulást fognak mutatni 2025-ben. Nyilván a 2025-ös évre realizálódó befizetések kapcsán, így aztán nekünk valószínűleg ezt a tervezésnél figyelembe kell majd venni. Ez a bevételi oldal, tehát bevételi oldalon szerintem túl nagy növekedést azért nem szabad kalkulálnunk. A mostanihoz képest a kivételi vagy kiadási oldalon pedig, kivétel, nem véletlenül mondtam, hogy kivételi oldalon, mert mi nem adnánk ki, de általában kiveszik. Tehát a kiadási oldalon pedig azt már tudjuk, hogy a szolidaritási adó nyilván emelkedést fog mutatni. A mostani számításaink szerint talán nem akkorát, mint amit vártunk, de azért ne kiabáljuk el, hát ha tényleg így is marad, de lesz emelkedés a szolidaritási adó tekintetében, illetve ugye ez az új bevezetett, én hagyd mondjam adónak, mert másnak nem tudom értelmezni, a versenyképességi járásoknak a programja, ugye el fog indulni, bár a költségvetésben számokat nem tett mellé most a kormányzat, tehát a nagy költségvetésben mi nem látjuk, hogy milyen számokkal kalkulál a kormányzat, de a tájékoztatókon ott konkrét számok is elhangzottak, úgyhogy gondolom, hogy valami törvénymódosítással azért kerülnek oda számok is. És a lényeg, hogy Algyő tekintetében államtitkári szóbeli tájékoztató alapján, nem nevezném elszólásnak, inkább tájékoztatónak, 122 millió forint elvonással kalkulál a pénzügyminisztérium, illetve nem is a pénzügyminisztérium, hanem a most nem tudom mi annak a minisztériumnak neve, aminek a fele önkormányzati dolog átkerült, nem tudom. Navracsis Tibor miniszter úr nevével fémjelzett minisztérium, tehát ott ezzel kalkulálnak. Ez azt jelenti, hogy ez plusz elvonás lesz a településtől. Nyilván ez egy olyan elvonás, amire elméletileg papíron, és hát a gyakorlatban nem tudjuk, de papíron pályázhat majd a település is járáson belül valamilyen fejlesztésre, de hogy ez hogy fog működni, és egyáltalán mennyit tudunk ebből a 122 millió forintból visszapályázni, ez még a jövő kérdése, és nem tőlünk függ. De én ezt úgy gondolom, hogy ez egy kiadási oldalon jelentkező mínuszként élem egyelőre meg, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi realizálódik. Ami ennek az egész versenyképes járásoknak a hátulütője, hogy egy olyan hasraütésszerű számot kaptunk 122 millió forint formájában, vagy fogunk kapni valószínűsítetően, amit senki nem tud, hogy ez ennyi-e. Az sem, aki kivetette, az sem, aki elszenvedi, ugyanis ez 2026. május 31-éig fog realizálódni, hogy ez a 122 millió az egyáltalán annyi-e. Ez azt jelenti, hogy másfél évre mi kölcsönzünk az államnak 122 millió forintot arra, hogy egyéb településeken fejlesztéseket tudjon eszközölni. Hát ezt, ha valaki azt mondja nekem, hogy ez jó és igazságos, akkor azzal szívesen vitatkozom egy pohárból mellett. De akkor érdemi vitát, nem pedig ahogy én kaptam a választ ezekre a kérdéseimre. Jó, úgyhogy jelen pillanatban ezt látjuk, ezeket nekünk majd kalkulálni kell, de én úgy gondolom, hogy ha nagy változások nem lesznek, nyilván a bér lesz még egy nagyobb tétel a költségvetésben,
bér kalkulációt sem tudtunk még csinálni, hiszen a minimálbért nem tudjuk pontosan, hogy milyen számok lesznek. Ugye van, aki egy számjegyű minimálbéremelést prognosztizál, illetve egy a százalékot, van, aki még mindig reménykedik a két számjegyűben, de nem tudjuk, lesznek ugye ágazati emelések, erről is még csak egyelőre hát csak ilyen pletykákat tudunk. Úgyhogy meglátjuk, az biztos, hogy a bér lesz megint egy nagyobb tétel a költségvetésben, amivel kalkulálni kell. Jó, úgyhogy mindezt összerakva én úgy látom, hogy a maradvány érték, amivel fogunk tudni számolni a következő évben, azért ez biztos nem lesz annyi, mint az idei. Nyilván ezért is tartalékolunk, hogy alapvetően ezt egyelőre a bőrünkön ne érezzük közvetlenül. Jó, ez gyors volt, de azt akartam, hogy nyilván lássatok, hogy ez a koncepció szerintem, illetve mentén kell magát a költségvetést elkészíteni. Erika, van-e kiegészíteni valód esetleg, ami még így meghatározza majd a... Jó, és itt majd a bizottságokon végigmegyünk, illetve lehet, hogy úgy csináljuk, mert itt van 3 vagy 4 olyan pont, ahol én kértem is a bizottságokat, hogy a határozati javaslatban döntsenek arról, hogy A vagy B, igen vagy nem. Én csak ezeken mennék végig a határozati javaslatban, én nem tudom, a bizottságok szerintem egyébként nagyjából ugyanúgy döntöttek. Ha az úgy megfelelő jegyző úr, akkor lehet, hogy nem kéne minden bizottságnak végigmondani, hanem én megkérdezném így külön-külön a bizottságokat, hogy döntöttek, és aztán az egész határozati javaslatot pedig bemondhatjátok, hogy elfogadtátok-e azt szerint, vagy nem. Jó, ez lenne a legeslegegyszerűbb. Lehet úgy? Jegyzőkönyv szerintem tudni fogja kezelni. Jó, van-e a anyaggal kapcsolatban bármilyen kérdés? Vagy az elmondottakkal kapcsolatban. Jó, nézzük akkor a bizottsági csak annyit kérek, hogy igen vagy nemet, jó? A határozati javaslat 1-es A pontjában, hogy a képviselőtestület a bölcsődei ellátásnál tervezi, vagy nem tervezi a gondozási díjak emelését. Itt ezt hozzá kell tennem, hogy ha itt most azt mondjuk, hogy igen, tervezzük, ez még nem azt jelenti, hogy el is fogadjuk, hiszen erre egy külön anyag fog elkészülni, és ezt a külön anyagot fogja megtárgyalni a képviselőtestület, ami majd annak a döntését fogjuk a költségvetésbe beépíteni. Jó, tehát akkor tervezi-e a pénzügyi bizottság? Pénzügyi bizottság tervezi. Igen, TÜV? TÜV szintén tervezik. Igen? Tervezi. Köszönöm, akkor ez itt azt fogjuk elfogadni. B pontban térítési díjak, ugye itt elsősorban a közétkeztetés, ugye tervezi vagy nem tervezi emelni, erről egyébként külön lehetett, hogy már itt van, tehát ilyen értelemben egy kicsit előre is dolgoztunk. Pénzügy? A PGB a tervezi támogatja. TÜV? Tervezi. Köszönöm. Tervezi. Jó, itt is az előterjesztést meg fogjuk tárgyalni. Jó, az ingatlanoknak a bérleti emelések azok ilyenkor szoktuk behozni, hogy ugye nem kell külön dönteni, a G pont van még ilyen döntős. Az önkormányzat fenntartásában működő intézményi rendszer átszervezését, fenntartói jogok átadását az alapdíjak értelmében tervezi-e a pénzügyi bizottság? A pénzügyi bizottság nem tervezi. Igen, szintén nem tervezi. Igen. Nem tervezi. Köszönöm szépen, és talán még olyan pontunk van, hogy a H pontban az intézmények dologi kiadásai tervezésénél a 2024 évi eredeti előirányzat X százalékkal növelhető. Mit mondott a PGB? A PGB a 24 évi eredeti előirányzat 5 százalékával növelhető. Köszönöm. Szintén 5 százalékot javasol. Humán? Humán ügyrendi bizottság is 5 százalékot. Köszönöm. Illetve az L pontban van még egy olyan, hogy fiatalok lakásához jutására kidolgozott programot 2025 évben folytatni kívánja-e? A PGB nem kívánja folytatni. Igen. TÜV szintén nem. Humán ügyrendi sem kívánja folytatni. Így van, ugye ott a keretösszeg, illetve maga megállapított összeg oly mértékben kicsi, hogy a jelenlegi új lakás és új ház áraknál sajnos ez irreleváns egyelőre. Jó, az M pontot kell még megbeszéljük a lakásfelújítás támogatására, valamint a klíma kültéri egység áthelyezésére kidolgozott programot 2025 évben kívánja folytatni a PGB? A PGB folytatni kívánja 20 millió forint kedvező összeg. Köszönöm. Szintén folytatni és 20 millió. Köszönöm. Folytatni kívánjuk, és nem határoztunk meg összeget. Uh-huh. Hát akkor, igen, tehát a másik két bizottság 20 milliót, az itten itt jó. Az N pont van még, a helyi vállalkozások támogatásának programját kívánja folytatni. A PGB nem kívánja folytatni. Köszönöm. A TÜV egyelőre szünetelteti. Igen. Nem kívánjuk folytatni. Köszönöm. Jó, van-e még, amilyen döntős volt? Én így emlékszem, nem? Jó, most csak arra kérem a bizottságokat, hogy ha még ettől eltérő valamilyen javaslat van, azt kérem, olvassák föl. Nincs. Nincs.
Nincs. Nincs. Nincs ilyen rendben van. Tehát így fogadták el akkor a hatászjavaslatokat a bizottságok. Van-e képviselőknek bármi más egyéb javaslata? Amennyiben nincs és a hatászjavaslatot, akkor ezekkel a módosításokkal és kiegészítésekkel, aki tudja támogatni, ezt kérem készfeltartásra jelezze. Egyhangú, köszönöm. Ötös napi rendi pont. Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata. Minden évben ezt is ugye novemberben szoktuk általában megtenni. Algyön ugye négy fontosabb adónem van. Az építményadó, az iparizési adó, az idegenforgalmi adó. Mi a negyedik? Akkor csak három. Valami még pedig. Ja, tehát földadót szoktuk mondani, ugye? De hát az nem ide szokott, ugye az nem vagy a haszonbérleti, de az más, az bérleti díj. Jó, tehát az adókat sor, akkor három van. Építményadónál lehet alapvetően emelést eszközöl, hiszen ott a jelenleg engedett maximum mérték az, mindjárt megtalálom a számot, 2900-ra emlékszek. Láttok pontos számot, hogy mi a legmagasabb érték? Mert én láttam valahol az anyagban. 2950? 50,1, igen, ez lehetne a maximum mértéke az építményadónak. Nálunk jelen pillanatban ugye 1000 forint per négyzetméter. Ugye itt egy táblázatot is láttok, hogy amennyiben növelnénk ennek a mértékét, akkor az milyen bevételi hatással járna a költségvetésünkre, ha 1100, 1200, 1300, 1400, 1600 forintot soroltunk itt csak föl, nyilván amennyiben ennél magasabb, az még nagyobb emelkedést jelentene. Az iparizési adó tekintetében ott ugye a 2%-on maximumon vagyunk, tehát azt növelni nem lehet. Amiben lehetne módosítani, az két dolog. Egyrészt a mentességnek a kérdés, ugye nálunk most 1 millió forint bevétel alatt ugye mentes a vállalkozások, nem kell iparizési adót fizetni, ez Szegeddel megegyező rendelet, rendeleti mutató. Jól mondtam? Még mérték, az is jó. Aha, igen. Máshol ugye vagy nincs ilyen kedvezmény, vagy pedig 500 000 forint van még Kisteleken, ezt is mutattuk egy táblázatban. Illetve a helyi iparizési adónak a kivetésének lehetne egy másik formája, egy ilyen differenciált forma, de ezt általában el szoktuk vetni, mert elég bonyolult, kivetni is bonyolult, és nem biztos, hogy jobban járnánk ezzel a típusú módosítással. Idegenforgalmi adó jelen pillanatban 400 forint nálunk, hát ez országos viszonylatban nem túl magas, de ennek részben az az oka, hogy elsősorban a saját cégünk, a Gyevi Tour, a Lemendula Hotel révén szokta ezt a legtöbb részét befizetni, így aztán nem akartunk, bár nyilván egyébként nem a Gyevi Tour terhelő adó, hiszen ők a vendégészakát ott töltőktől szedik be, tehát éppen ez nem a Gyevi Tourt sújtanánk vele, hanem alapvetően a ide látogatóknak emelnénk egy picit a itt létüket. Ennyi a történet. Szerintem elmondtam mindent, úgyhogy nézzük, hogy a bizottságok gondoltak-e bármifajta emelésre. A pénzügyi bizottság a határozati javaslat alváltozatát támogatja, mi szerint nem kívánunk. Nincs módosítás. Igen. Szintén alváltozat. Humán ügyrendi bizottság is az alváltozatot támogatja. Rendben, meggondolta esetleg valaki magát képviselők közül, és lenne egy egyéb javaslata? Amennyiben nem, és akkor a bizottságok döntése alapján, javaslat alapján az alváltozatot tudjuk támogatni, azaz nem emel algyő adót senkinek 2025-ös évre. Próbáljuk követni az esetleges gazdasági nehézségeket, és ezért nem kívánunk a vállalkozásokra egyéb formában terhet róni. Reméljük, hogy ennek azért lesz pozitív kicsengése, mert ha emelnénk, akkor azt tudjuk, hogy mindig van negatív, tehát ilyenkor jó lenne egy-két pozitív visszajelzés, és hogy de rendesek vagyunk. Na mindegy, ezt csak viccből mondtam. Jó, tehát ha tudjuk támogatni, hogy nem kívánunk adót emelni, akkor kérem készfeltartásra jelezzük. Egyhangú, köszönöm. Hatos napi rendi pont következik. Algyő Nagyközség képviselőtestületnek 2025 évi munkaterve. Most nem kétfél éves munkatervet készítünk, hanem egész évre vonatkozót. Ezzel is kiszámíthatóbb lesz talán a képviselőtestületi üléseknek a tartalma. Mindegyik bizottság látta. Nézzük, hogy bármi javaslat érkezett. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja az eredeti határozati javaslatot. Köszönöm. Támogattam a munkatervet. Köszönöm. A Mánügyi Bizottság is elfogadásra javasol az előterjesztés szerint. Köszönöm szépen. Van esetleg azóta bármi plusz javaslat?
Ha nincs és el tudjuk fogadni a munkatervet, kérem készfeltartásra jelezzük. Egyhangú, köszönöm. 7. Beszámoló az önkormányzat és intézményei gazdasági társaságai 2024 évi pályázati tevékenységéről. Egy szép kis táblázatot láttunk, én már alig láttam, de látszik, hogy jó sok pályázat van, ugye ebben fő része az önkormányzaté, de az óvoda is pályázott, a gyevikult is pályázott, szerintem őket, a könyvtár is pályázott, tehát sok pályázatot adtunk be, hál' Istennek sok nyert is, vagy pedig még mindig elbírálás alatt van, azaz még nyerhető. Nyilván vannak elutasított pályázataink is, erről beszámoltam bizottsági üléseken, hogy sajnos a két román-magyar pályázatunk egyik sem nyert, eléggé szűkös lett a támogatottaknak a köre, ha lehet így fogalmazni, úgyhogy ez ugye, ha így emlékeztek rá, akkor a Levendula Hotelnél szerettünk volna egy fedett parkolót építeni, aminek napelemek lettek volna ugye a tetején, és ezzel ott az ottani töltést, elektromos autó töltést is meg tudtuk volna oldani. Ez volt az egyik része a pályázatnak, de így talán emlékezni fogtok rá. A másik pályázatnak meg a fő momentum a gépbeszerzés lett volna, hogy a V-épnek szerettünk volna egy új erőgépet beszerezni, ez volt a legfontosabb, illetve talán még a Levendulánál lett volna a gépkocsi beszerzés és elektromos autó. A másik pályázatban meg hőszivattyús fűtést szerettünk volna, de beszereltetni. Nem nyert a pályázat, de hát nem adjuk föl, hát ha más forrásból, vagy akár jövőre, vagy akár mikor lesz újabb kiírása ennek a pályázatnak, akkor megpróbáljuk még egyszer beadni. Tehát nem adtuk föl. Jó, de ez azért lényeges, mert ez a múlt hétnek az esemény, azt hiszem, akkor jelezték, hogy ez sajnos nem sikerült. Oké, nézzük a bizottságok. Mit mondtak a beszámolóra? A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat. Köszönöm. Ti felfogadta a beszámolót. Már minden bizottság is elfogadta. Köszönöm. Van a kérdésetek? Amennyiben nincs és el tudjuk fogadni, kérem jelezzük készfeltartással. Egyhangú, köszönöm szépen. 8. Algyő Nagyközség önkormányzata, intézményei, gazdasági társaságai és az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai terve 2025-től 2028 évre. Ez egy átfogóbb, 4 évre vonatkozó programterv, milyen ellenőrzéseket javasolunk, illetve a belső ellenőrrel egyeztetve ő is mit tart célszerűnek, hogy az évekre lebontva van, és ezekről majd folyamatosan jönnek az anyagok, már a következő, a 2025-ös évre vonatkozó lesz itt az előterjesztésben. Én úgy gondolom, hogy egyértelmű volt az anyag, nagyon nem kell kifejteni. Mindegyik bizottság látta. Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja, határozati javaslat. Köszönöm. TÜV szintén elfogadásra javasolja. Humánügyi rendi bizottság is elfogadásra javasolja. Van-e képviselői kérdés az anyaggal kapcsolatban? Nincs, akkor ez a stratégiát, aki el tudja fogadni, kérem jelezze. Egyhangú. 9. Algyő Nagyközség önkormányzata, intézményei, gazdasági társaságai és az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025 évi belső ellenőrzési programja, tehát ez már a stratégiának az első éves programja. Én úgy gondolom, hogy ez is egyértelmű. Az ellenőrzések tekintetében elég szerteágazó, ugye az felsorolt intézmények, cégek tekintetében lehet azt mondani, hogy egyeztetve a pénzügyi csoporttal is ezt megpróbáltuk úgy összerakni, hogy jó legyen. Itt a tapasztalatokból kiindulva, pénzügyi bizottság látta az anyagot? Pénzügyi bizottság elfogadási javasolja, határozati javaslatot, és nem tettünk kiegészítést. Köszönöm. Humánügyi rendi látta még. Humánügyi rendi bizottság sem tett kiegészítést, és elfogadásra javasoljuk a belső ellenőrzési programot. Köszönöm szépen. Van egy képviselői kérdés esetleg? Amennyiben nincs, és el tudjuk fogadni, kérem, jelezzük készfeltartásra. Egyhangú. A 10-es már egy belső ellenőrzési jelentés, még 2024-ről természetesen, tájékoztató Algyő Nagyközség önkormányzat a gépjármű üzemeltetésének ellenőrzéséről. Szerintem jegyzőről ugye megállapíthatjuk, hogy igazából a szabályzataink rendben vannak, a szabályzatoknak az alkalmazása is a szerinti, a dokumentumok rendben vannak, de van-e kiegészíteni valód esetleg? Igazából annyi, hogy az előző ellenőrzéshez képest az ott feltárt javaslatok sem kerültek már megfogalmazásra, tehát azokat is betartja az önkormányzati felhivatal. Tehát a múltkori ellenőrzésnek lett eredménye, hiszen... Oké, látta a pénzügyi és gazdaságfejlesztési bizottság. Egyébként elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm. Van-e képviselői kérdés esetleg?
Ha nincs és el tudjuk fogadni, kérem, jelezzük készfeltartással. Egy hangú, köszönöm. Oké, 11-es. Igen. Jó, ez majd egy nagyon picit kacifántosabb lesz, de majd mindjárt elmondom, hogy mi. Nem lesz kacifántosabb, csak a bizottsági ülések után jegyző úr elkészített már egy javasolt határozati javaslatot is. Rendeletmódosítás, mert hogy ez így van. Azt is fog maga után. Jó, de ezt mondja elmondjuk. Jó, tehát önkormányzati tulajdonú lakáscélú ingatlanok bérleti díjának mértéke 2025-ben, ugye ezt is minden novemberben határozzuk meg, hogy ez ugye a Buvár utca és az Egészségház utcában lévő lakásainknak, illetve a Komp utcában lévő egy lakásnak a bérleti díját jelenti. A jelen pillanatban, és azt gondolom, hogy ezt el tudom mondani, hogy a bizottsági ülések után is, meg szerintem ez mindenkinek van egy ilyen érzése, hogy azért ezek a költségalapú, nagyon hangsúlyozom, nem szociális költségalapú bérlakásoknak a bérleti díjai, hát a piaci viszonyokhoz képest igencsak, hát hogy mondjam, nyomott árakon vannak megállapítva, ez több dolog miatt is van, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes azért valamilyen szempontból követni a piaci módosulásokat, legalábbis szerencsés lenne. Hát jelen pillanatban ugye egy két szobás 53 négyzetméteres lakásnak a bérleti díja a Buvár utcában 43.248 forint, ami hát valljuk be őszintén, ez még algyai viszonylatban is a fele talán a meglévő bérleti, piaci alapú bérleti díjaknak. Tehát ilyen értelemben el vagyunk azért maradva. Nyilván az is fontos, hogy mi a cél, és milyen egyéb érdek jelenik meg, de tény az, hogy azért ez nem tekinthető túl magasnak. És ez szerint fogtunk neki, illetve szerint hoztuk az előterjesztést is, tehát hogy mondja meg a képviselőtestület, hogy mi legyen, emeljünk, ne emeljünk. Nézzük, hogy a bizottságok milyen véleményen voltak, és majd utána egy módosított határozati javaslatot szeretnénk bemutatni már a bizottsági javaslatokat beépítve, hogy ne legyen túl kusza a végén a határozati javaslat, illetve akkor egy rendeletmódosítás is, de ezt jegyző úr majd el fogja mondani utána. Nézzük a bizottságokat először. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozott javaslat B változatát az egyes pont alábbi kiegészítésével, a PGB a 2025 évre vonatkozóan egységesen a béleti díj emelés 15% mértékben javasolja. Oké. Szintén B változat és 15%-ot javasolhat. Köszönöm. A humánügyrendi bizottság is a javaslata szerint nem tudtunk dönteni, hogy 15 vagy 20%, de így akkor a 15%-ot támogatjuk mi is, és a B változatot, és ugye azt kértük, hogy készüljön el már egy olyan állásfoglalás, hogy az új bérleti szerződéseket hogyan lehet módosítani ennek függvényében. Igen. Jedzu? Hát az állásfoglalás az, hogy nem lehet. Röviden, hosszabban ugye a rendelet, illetve a lakástörvény maga költségalapú, illetve szociális alapú bérleti díjat engedélyez. Tehát a lakók között nem tudunk differenciálni, csak ezzel a költségalapú és szociális alapon. Az, hogy most valaki később vagy korábban költözött be, az sajnos nem ad erre alapot. Köszönöm. Jó, akkor én egy úrat kérdezem, hogy a határozati javaslat az négyzetmétereket kell megállapítani. Igen, ugye? A határozati javaslat, mivel a rendeletben is a négyzetméter árak vannak, és az alapján számítjuk nyilván a fizetendő bérleti díjat, ezért a költségalapú, illetve a szociális bérleti díjat is kiszámoltuk a 15%-os elemeléssel, az kerülne bele. Tehát a költségalapú 938 forint per négyzetméter per hó, a szociális alap 675 forint per négyzetméter per hó összegű lenne, illetve mivel szabályozni kell már az új rendeletünkben az esélyi otthon bérleti díját is, ami csak költség alapon adható bérben, ott is a 15%-os emeléssel 938 forint per négyzetméter per hó összeget határoztunk meg, és ezzel kiegészülne egyébként a határozati javaslat. Ugye eddig ezt nem kellett meghatározni, úgyhogy ez egy véletlen folytán kimaradt. De ez nem azt jelenti, hogy most bérleti díjat kell fizetni? De nem kell befizetni, így van. Tehát amíg a fenntartási időszak van, addig ezt nem kell megfizetni, de viszont meg kell határozni és rendetleg szabályozni kell. És amikor lejár a fenntartási időszak, akkor a képviselőtestület dönthet úgy, hogy ezt...
Nem, igazából nem döntött költség alapon ki kell fizetni. Értem, jó. Tehát ezek automatikusan... Ez automatikusan azért is célszerű meghatározni, mert ez jövő év közepe vége felé lejár a fenntartási időszak. Szerintem hosszabb az még. Akkor jó, ad a következő pályáztatás előtt feltehetőleg még, és akkor már ki kell fizetniük. Rendben. Ez egyébként a szerződésben erről tájékoztatjuk is őket, mert tudnak róla. Rendben. Jó, és akkor ehhez képest elkészült a rendeletmódosítás, az tegnapi napon feltöltésre került szintén. És kérem a polgármesterről, hogy akkor tervezetet és a rendeletet is. Jó. Akkor ezt mondjuk. Szevasztásom. Rendben. Ez így akkor érthető volt? Tehát most ugye négyzetméter árakot határoztuk meg, illetve a kastélyket 15-17, például ez 43 ezer forint per hó, igen, az lesz a 15%-os emelkedés. Igen. Jó, akkor ez így érthető, tehát nagyjából a bizottsági döntéseknek a számszerűsítése történik a határozatjavaslatban, akkor szerint, ahogy edző úr elmondta, illetve én kiegészítettem, van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban? Jó, amennyiben nincs, akkor egyrészt elfogadnánk a határozati javaslatot, meg a rendeletmódosítást egyben is. Mehet egybe, tehát a határozati javaslatot és a rendeletmódosítást, ez kerülne be a rendeletmódosításba, ami a határozati javaslatban is módosításra került. Jó, aki ezt tudja támogatni, kérem készfeltartásra, akkor jelezze mindkettő. Köszönöm szépen, egy hangú. Jó. Fogjunk akkor neki a következőnek. Önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérleti díjának a mértéke 2025-ben. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy itt, ha van a lakásoknál némi nemű lemaradásunk az átlag és a piachoz képest, akkor hát a termőföld haszonbérbe adásával kapcsolatban igencsak van még mindig elmaradásunk. Jelen pillanatban, ahogy jön a belterületi ingatlanok esetében, a termőföld kiadás 3 forint per négyzetméter per év, külterületen pedig 2 forint per négyzetméter per év, úgyhogy már emeltünk rajta 2023-ban, azt hiszem. Tehát, és azt tudjuk, hogy a KSH adatok szerint 9 forint, 9, picit több mint 9 forint Csongrád-Csanád vármegyében ugyanez a négyzetméter ár, tehát egy picit alatta vagyunk a Csongrád megyei átlagnak is, úgyhogy hát ez szerint indítjuk útjának akkor a bizottsági véleményeket. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat B változatát. Az alábbi kiegészítéssel a termőföldek haszonbérleti díját 2025 évre vonatkozóan a belterületi ingatlanok esetében 6 forint per négyzetméter per év, külterületi ingatlanok esetében pedig 4 forint per négyzetméter per év arányban kívánna emelni. Köszönöm szépen. TÜV? TÜV bizottság szintén B változat, belterületi ingatlanok esetén 6 forint per négyzetméter per év, külterületi ingatlanok esetén 4 forint négyzetméter per év. Köszönöm. Humánügyi bizottság is mentén gondolkodott, és a B változatot fogadja el, és ezekkel az összegekkel. Köszönöm. Van-e képviselői javaslat, esetleg azóta történt-e bármi? Jó, akkor én a bizottsági javaslatokat tenném föl a B változatot, és ezekkel a módosításokkal és kiegészítésekkel. Aki ezt tudja támogatni, jelezze, legyen szíves. Egyhangú, köszönöm szépen. 13-as napi rendi pont. Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának mértéke 2025-ben. Hát ez sem lesz egyszerű, de azért szerintem a bizottságokon már nagyon szépen kialakult egyfajta koncepció. Ugye itt elsősorban ugye vagy szolgáltató, vagy kereskedelmi gazdasági egységeknek a bérbeadásáról van szó. Elég sokrétű vállalkozás, vagy magánszemély, sokrétű tevékenységgel megáldott vállalkozás, vagy magánszemély bérli ezeket az ingatlanokat, vagy területeket. És ugye kétfajta szerződésünk van, ha lehet így fogalmazni, az egyik csoportnak a szerződésében benne van, hogy csak az éves inflációval meghatározott mértékben lehet emelni a bérleti díjat, a másik csoportnál nincs ilyen kikötés a szerződésben, mivel határozatlan idejű szerződésekről van szó az ömében, így aztán nagyon nehéz a változtatás azok esetében, akiknél az inflációs van, hogy ez tavaly még talán nem is volt akkora probléma. Jelen pillanatban ugye a KSH szeptemberi inflációs adat a 3,7%-ot jelent, vagy mutat, aztán az év végén ez mivé fog alakulni,
az majd ki fog derülni. A lényeg, hogy eszerint kell dönteni, és ugye van egy harmadik csoport is, a főleg civil szervezetekként megjelölt egyesületek, akik közüzemi hozzájárulást fizetnek, ott ugye nem bérleti díjat határoztunk meg, hanem közüzemi hozzájárulást, még ők a harmadik csoport, akiről nyilatkoznunk kell jelen előterjesztésben, hogy náluk ez hogy fog alakulni, jó? Tehát így ementén kell gondolkodni, tehát van három csoport, egy nagyjából meghatározott mértékű emelésű csoport, egy módosítható, vagy változtatható, vagy szabadon választható, illetve van a közmű hozzájárulásos egyesületi csoport. Jó, szerintem ementén menjünk, és akkor nézzük a bizottságokat, mennyire tudtak bölcsek maradni. A pénzügyi bizottság a B-változatot támogatja az alábbi kiegészítéssel. A PGB javasolja, hogy a bérleti díjak 2025 évre vonatkozóan egységesen a 2024 évi infláció mértékével növekedjenek. Rendben. Szintén B változat és a KSH infláció adatait vannak figyelembe. Jó, nem nyilatkoztatok, mindenkire, de tétek is mindenkire vonatkozik. Tehát a közüzemi hozzájárulásoknál is az inflációval emeljük. Igen. A Humánügyi Rendi Bizottság a B változatot támogatja, és az első az A pontban ugyanúgy, mint a két bizottságunk, a B pontban pedig a második táblázatban szereplő bérleti díjakra vonatkozóan egységes szerződésmódosítást javasolunk, hogy minden bérlő esetében a bérleti díj emelése emelkedjen 8-10%-kal. Uh-huh. És a harmadik pedig az egyesületek pedig maradjanak a közüzemi díj hozzájárulással. Oké, tehát akkor ahol a inflációval, az maradjon infláció, igen, a második igen, meg 8-10%? Ott bérleti díj, tehát aha, a szerződés tehát akkor nem egységesen, nem egységesen. Aha, oké. Tehát a három táblázat, három különféle. Igen. Illetve, igen, három különféle. Igen. Megoldás. Jó. Ez így egyébként rendben van, ugye? Egy óra már a... Jó. Rendben. Oké. Akkor itt most annyi a különbség, hogy a Humánügyrendi Bizottságnál ugye eltérő a javaslat két tekintetben is. Van-e képviselői kérdés, mielőtt még szavazunk? Jó, akkor ezt így is fogjuk kezelni. Azaz a határozati javaslatban azban egyetértett mindenki, hogy a B változatot támogatjuk. Akkor kezdjük azzal, hogy a két bizottság támogatta azt, hogy az infláció mértékével megegyező legyen az összes gazdasági bérlőnek az emelkedésén. Akkor ezt teszem föl először, mert ott két bizottság ugyanezt támogatta. Aki ezt tudja támogatni, kérem készfeltartással jelezze. Jó, ez 2, 4, 5. Tartózkodás? Nem. Oké, nagyon célszerűen, ügyesen határoztatok. Jó, rendben, akkor ez elfogadta a bizottság, és akkor maradt a Vöröskereszt és a többi egyesületnek a közüzemi hozzájárulása, aki úgy gondolja, hogy itt is két bizottság azt támogatta, hogy infláció mértékével nőjön, aki ezt tudja támogatni, kérem készfeltartással jelezze. 5. Tartózkodás? Nem. Köszönöm. Humánügyrendi Bizottság humánusan állt a dolgokhoz, itt ennél a résznél legalábbis teljesen rendben van. Akkor viszont többség azt mondta, hogy emelkedjen a inflációval. Jó, akkor összefoglalom a határozatot, amit hoztunk, tehát az összes gazdasági szereplő esetében infláció, és az összes közüzemi díj hozzájárulást fizetőknél szintén inflációval történő emelés lesz 2025. január 1-től. Rendben. Köszönöm. Szerintem 5 fő 1-be, és akkor úgy a... Igen? Igen. Rendben. Akkor aki ezt így, amit elmondtam, egyben el tudja fogadni, kérem készfeltartással, akkor jelezze. Rendben, és akkor így mert nagyon... Mert akkor egy szavazás van a jegyzőkönyvben, ami rendben. A határozat tartalmazza, a többi pedig ilyen rész szavazás. Rendben. Meg így akkor mindenki el tudta fogadni, és így van. Rendben, nem, teljesen jó, köszönöm szépen, jegyző úr, ez így rendben van. Oké, menjünk akkor tovább. Ez is egy kacifántos volt, igen. De köszönöm szépen a bizottságoknak, mert nagyon szépen elboldogultak, ahogy én láttam. Csak még én nem találom az előterjesztésemnek a nyitó oldalát. De megvan. A volt tűzoltó laktanya helyiségeire vonatkozó bérleti díjak megállapítása 2025 évre. Ugye megvásárolta az önkormányzat most az idén a tűzoltó laktanyát.
És itt ugye voltak bérlők, ezeknek a bérlőknek egyrészt a fölkutatása, egyeztetése történt meg az elmúlt időszakban, fölmértük, hogy kik bérelnek, és megpróbáltuk jelezni azt is egy táblázatban, hogy ezek milyen, hát mi ugye négyzetméter árakat írtunk föl, de elég kacifántos négyzetméter árak születtek. Nyilván a magánszemélyek esetében magánszemély 1, 2, 3, 4, 5 néven futnak a táblázatban személyiségi jogokra hivatkozva, a cégneveket föltüntettük. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 9 darab bérlő volt, van jelen pillanatban, és egy csatoltunk az előterjesztéshez egy alaprajzot is az épületre, hogy lássák a tisztelt képviselők, hogy hol vannak kiadott, jelen pillanatban kiadható, vagy kiadott helyiségek. Az látszik, hogy elég kacifántos a négyzetméter ára, és elég szertágazó. A bizottsági üléseken, nem tudom már melyiken, de lehet, hogy többön is, végül is egy fajta érvek után, vagy érvelés után kialakult talán mind a pénzügyiben, mind a település üzemeltetési bizottságban egy javaslat, amit szerintem ebből a legjobbat ki lehetett hozni, azt megpróbáltuk kihozni. Azt is hozzá kell tenni, hogy tervben van, illetve előkészítés alatt van, vagy pedig már meg is hirdettük, én már nem emlékszem, annyi mindent hirdetünk mostanában, hogy a maradék helyiségeket természetesen megpróbáljuk bérletbe adni. Az is egy lényeges információ, hogy jelen pillanatban a közüzemek tekintetében a villany ugye egy óráról működik, azaz nincsenek almérők, és ennek a kialakításának a költsége miatt nem is nagyon tervezünk almérlőket. Elsősorban kétfajta bérlő van most jelen pillanatban, egyik, aki raktároz, azaz nagy közüzemi díjakat nem kell neki fizetnie, hiszen nem használ ilyen típusú szolgáltatást, vagy nagyon minimálisat, illetve vannak olyanok, akik áramot fogyasztanak. Nyilván a bérleti díjaknak szerintem a megállapításánál ezt mindenféleképpen érdemes figyelembe venni, hogy ki mennyi közüzemi díjat fogyaszt, és azt kvázi beépíteni a bérleti díjba, és nem külön leszámlázni, mert ezt nem is tudnánk jelen pillanatban ténylegesen megtenni. Úgyhogy ez egy fontos információ. A másik fontos információ, hogy természetesen az épületnek nem ez az eredetileg elképzelt funkciója, nem ezt szánjuk neki, de egyelőre amíg az eredeti funkció nem valósulhat meg, addig ez a fajta bérleteztetés legalább arra jó, hogy az épület használatban maradjon, és az állagmegóvásokat esetlegesen meg tudjuk tenni rajta. Összefoglaltam. Szerintem nézzük a pénzügyi bizottság hogyan... Hogy kell-e segítség? Hát, mert én nagyjából emlékszem. A pénzügyi bizottság a B változatot támogatja. Bocsánat, nem? Nem. Nem volt B. Nem. A másikat nem emlékszem. A bizottság elfogadásra javasolja a határozott javaslatot, és a kiegészítéseket tett a 3-as pontban bérleti díjakra. Soroljam föl egyesével, gondolom. Nem, én szerintem az elvet elég, vagy el kell mondjuk, soroljuk föl? Igazából összefoglaltam a bizottságoknak. Ja, itt van, bocsánat, javaslatot, bocsánat, érzem. De nagy vonalakban az volt, hogy hogy elmondtad, hogy aki egyéb tevékenységet végez az 1000 forint, aki tárlást az 700 forint, illetve a meglévő bérleti díjak, ami ennél magasabb volt, azt meghagyta mind a két bizottság. És azért vannak ettől eltérő árak. Illetve a Szabó Tibor enyéni vállalkozó ügye kérte, hogy a Magyarországi Önkormányzatról szóló törvény értelmében térítési díjat, térítésmentesen adja bérbe az önkormányzat részére a helyiséget, és ennek fejében ő fellépést vállal a zenekarával a Nagyközség Önkormányzatának a rendezvényein. Ettől függetlenül a négyzetméter ár meg lett határozva, nyilván, mert hogy megegyezés kérdése, de a szándék ez, hogy térítésmentesen lesz bérvállal. Illetve a jövőre nézve a két bizottság azt állapította meg, hogy a raktározási tevékenység 200 forint,
per négyzetméter per hó, illetve az egyéb tevékenység 1000 forint négyzetméter per hó 2025. január 1-től. És az Algyőpark kérése volt még, hogy határozza meg a bérleti díjat, a képviselőtestület ezt megtette, ugye az 1000 forintos négyzetméter áron, illetve az idei évre viszont, mivel nem rendelkezett szerződéssel, bérleti díjat nem állapított meg a két bizottság, de annak fejében, hogy az Algyőpark viseli a közüzemi költségeket erre az időszakra vonatkozóan. Azt hiszem, bocsánat, hogy én foglaltam össze, csak annyira bonyolult volt, hogy ezért készítettem a határozati javaslatot. Egyébként a Hollán Bizottság pedig testületre bízta a döntést, már én ismertettem az összes bizottságot. Jó, tehát elfogadásra javasoltuk, ezekkel a két egészítésre. Rendben. TÜV? TÜV szintén elfogadásra javasolt. Jó. Igen, tehát ott tehát a magában a határozati javaslatban mindegyik, mind a 9 bérlőnek konkrétan meg lett határozva a négyzetméter ár, a jövőre vonatkozóan pedig 700 és 1000 forint lesz a megáll. Ez tulajdonképpen a nagy vonalakban a lényege az előterjesztésnek, tehát szerintem most nem kell felsorolni, hogy kinek mennyi, úgyis megkapják. Nem, ez a készhatározat egyébként, tehát... Ezt meg fogják úgyis kapni. A tegnapi küldésre került, tehát megkapták a képviselők a tegnapi napon. Ja, de én most a bérlőknek mondom, hogy is megkapják a döntésről az értesítést. A testület tud szavazni erről. Jó, rendben. Oké, van-e kérdés? Akkor így edző úr kiegészítéseivel, illetve a bizottságok kiegészítéseivel, de összefoglalóan a edző úr elmondta, hogy mik voltak a megállapítások. Aki tudja támogatni így a határozati javaslatot, ezt kérem készfeltartásra, akkor jelezze. Egyhangú. Köszönöm. 15-ös napi rendi pont. Algyő kültület 01720 helyrajzi számú terület bérlete. Eddig ezt a területet, ez ugye a Tisza árterében lévő terület, az Algyai Offroad Egyesület bérelte az önkormányzattól a legutóbbi 2024. január 1-i adatok szerint 6772 forint per év volt ennek a területnek a bérleti díja. Ugye itt rendeztek versenyeket, illetve egyéb különböző olyan összejöveteleket, amin használták az offroad sport népszerűsítésére, és ott gyakorolták magát a sportágat. És most annyi történt, hogy maga az Offroad Egyesület úgy tűnik, hogy megszűnik. Ennek két következménye van. Egyrészt nyilván nekik meghatározott 250 ezer forint támogatási összeget nem is vették igénybe, azaz ez úgymond benn ragadt az önkormányzatnál. Erről kellene majd dönteni a képviselőtestületnek a határozati javaslatban, hogy ezt a februári döntésünket, ezt tulajdonképpen visszavonjuk, és akkor így ez a 250 ezer forint, ez a tartalékba kerül vissza. A másik, amiről döntenünk kellene, hogy időközben Kovács Róbert magánszemély algyai lakos jelezte, hogy ő szeretné tovább bérelni a Offroad által eddig bérelt területet, és kéri a képviselőtestületet, hogy ezen szándékában támogassa. Itt egy bérleti szerződés minta is már, vagy hát az régi bérleti szerződést tüntettük föl, úgyhogy szerintem nagyjából ennyi, illetve van egy csatolva Kovács Róbertnek a igénybejelentője erre a területre, úgyhogy szerintem alapvetően ezek a fontosabb kérdések, amiben döntenünk kellett, és a bizottságok tárgyalták is, mindegyik bizottság. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja a határozati javaslatot az alábbi kiegészítésekkel, a PGB javasolja határozatlan időre bérbe adni a területet, és a bérleti díjat pedig 10 000 forint per év összegben határozatlan. Köszönöm, TÜV! TÜV támogat határozati javaslatot, tovább bérlést is, és 10 000 forint per év. Humán ügyrendi. Humán ügyrendi bizottság is a B változatot támogatja, és hogy a bérleti díj emelését javasoljuk. Rendben. De nem mondtatok akkor összeget? Nem. Rendben. András, parancs. Szeretném kiegészíteni, hogy a helyrajzi szám időközben bővült, amióta az Offroad Egyesület ez a szerződés megkötésre került. Tehát a 0-11-20 helyrajzi szám összevonásra került a mellette levő önkormányzati szabaszcsarnok és egyéb helyrajzi számokkal, tehát már
nem ez a 6000 pár száz négyzetméteres a terület nagysága. Tehát, hogyha új szerződést kötünk, akkor módosítani kéne, hogy ebből a nagy 0-17-20-as helyrezi számból a régi strand területét, korábban az off-road által használt területet bérelje majd a bérlő, illetve a régi strandra most ugye fejlesztéseket vittünk, tehát ott is valahogy le kell határolni majd a szerződésbe, hogy azon a részen, ami a régi strand árammal és vízzel érintett része van. Ezt egyébként sem használt az off-road egyesület, de tisztázni kellene majd a akkor a területi lehatárolását a szerződésben. Azt mondom, ennek nincs akadály, meg tudjuk csinálni, csak akkor ezt most mondjuk ki. Tehát jó, tehát hogy a bérelt területet adjuk oda. Nem kell mondani igazából, de jó a figyelmeztetés erre vonatkozóan, nyilván ezt figyelembe veszünk. A szakos strandot is bérelni, hogyha nem. Nyilván nem szeretném. Jó, oké. Tessék van. Nincs települési üzemeltetésén, hogy ő így fejlesztve van a strand területe, tehát hogy azt a részt nem zavarhatja maga a tevékenység. Lehet, hogy kialakul egy vadkemping következő évekre, stb. És akkor kértük is a jegyző urat, hogy a szerződésbe legyen beépítve, hogy tudomása legyen róla. Jó, rendben. Ha változnak a dolgok, akkor korlátozva lesz egy-két dolog. Köszönöm szépen. Van-e kérdés? Akkor a bizottságok által elfogadott, vagy javasolt ezt a javaslatot, aki el tudja fogadni, azzal a kiegészítés, hogy 10.000 forint per év legyen a bérleti díj, aki ezt tudja támogatni, kérem készfeltartással jelezze. Egy hangú köszönöm. 16-os településterv készítésére vonatkozó szerződés módosítása 2. Ez bizottsági üléseken elmondtam, hogy nem tudom, járás hivatalvezető asszony tudja-e, hogy hány település foglalkozik település rendezési terv módosítással. Én szerintem nem sok, de mi megtettük, hiszen ugye alapvetően törvényi előírás fogja ezt meghatározni, hogy ezt el kell végezni minden településnek. Nem is olcsó, ugye mondtam is, hogy a képviselőtestület még korábban elfogadta, hogy 10 millió forint költség körüli összeggel. Tehát nem egy olcsó történet, nyilván hasznos, mert hát most megint több 10 évre meghatározhatja az algyői fejlesztési vagy egyéb település szervezési irányokat. De mi már vergődünk vele. Egy jó ideje. András, van-e bármi előzetes kiegészíteni valód, mert szerintem egyértelmű az előterjesztés csak. Annyi talán, hogy a tegnapi napon megérkezett az egyik olyan szerződés tervezet, ami a határozat javaslatnak csak felboldog, hogy egyesület elfogadja. A rendezési tervet módosítanák a MOL kérésének egy helyezi szám tekintetében, hogy a napelempartot is meg tudja valósítani, ennek megérkezett a három oldalú megállapodásra. A tervezet, a MOL fizeti a költségeket, az önkormányzat szerződés, az úgy érték BT-vel és a MOL fizetőfél. Meg ennek megérkezett a szerződés tervezete, gyakorlatilag ugyanaz, mint a korábbi jóvágyos szerződés. Jó. Jó, nézzük akkor, hogy a bizottságok mit mondtak. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja a határozat javaslatot. Köszönöm szépen. Több bizottság szintén elfogadása javasolja. A Humánügyi Bizottság is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e kérdés a határozat javaslattal kapcsolatban? Ha nincs és el tudjuk fogadni, kérem jelezzük. Egyhangú. Köszönöm szépen. 17-es napi rendi pont következik. Aranyhíd utca 29 szám alatt található lakóépületre vonatkozó helyi védettség megszüntetése. Ugye a részben a település rendezési terv, de inkább ugye a település képi rendeletünk tartalmazza egy olyan mellékletet, amiben jeleztük még annak idején építési javaslatra, hogy melyek legyenek azok az épületek aljon, amelyek helyi védettség alá kerülnek, valamilyen olyan jellemzőjük miatt, ami ezt alátámasztja. Így került helyi védettség alá az Aranyhíd utca 29 számú épület is, ami egy régi paraszt ház, lehet így fogalmazni. Most ugye új a tulajdonosok, nem is az új tulajdonosok kérik, hogy amennyiben lehetséges, akkor a képviselőtestület vonja el ezt a fajta védjegyet az épületről, hogy ezt nyilván hasznosítani tudják, ami valószínűleg azt jelentené, hogy elbontásra kerülne az épület, és helyette másik épületet építenének majd. Hát itt vannak a fotók, mellékeltük az eredetit, a 19-et, már nem az építését, hanem a 19-ben akkori állapotot, a mostani állapotot, a 11-es állapotot, tehát lehet látni az esetleges változásokat, és értem a mostani 24-es állapotot is. Hát azt meg kell, hogy állapítsuk, hogy hát a korának megfelelő állapotban van az épület. És hát arról kéne döntést hoznunk, hogy
szükségesnek tartjuk-e a védettség fönntartását ezen épület kapcsán. Ugye az indokok benne vannak az előterjesztésben, hogy alapvetően vannak még ilyen hasonló típusú épületek, algyön több is, és ez felsorolásra került. Jó, mindegyik bizottság véleményezte az anyagot. A pénzügyi bizottság az alváltozatot támogatja, mi szerint a védettség megszüntetését. Köszönöm. Tűk szintén a... Okay. Igen, köszönöm. Humánügyrendi bizottság is az alváltozatot támogatja. Alváltozatot úgy tűnik, hogy a képviselőknél sem lesz túl nagy vita, de ha valakiben fölmerült közben bármi kétség, akkor ezt nyugodtan jelezze. Jó, tehát hogyha tudjuk támogatni a védettség megszüntetését, kérem készfeltartásra jelezzük. Egyhangú 18-as ativizik együttműködési megállapodás módosítása. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a Tiszapart belterületi szakaszát az önkormányzat kvázi üzemeltetőként ugye átvette a Tiszavidéki vízügyi igazgatóságtól, ugye kezelésbe, ugye erre kaptunk annó engedélyt az ativiziktől, és ezt mi próbáljuk ellátni tisztességgel. Ennek a szerződésnek, a megállapodásnak a módosítása történne azzal, hogy egy picit több lehetőségünk lenne a Tisza partszakaszának a hasznosítására, itt a kikötők és az úszóművek környékén, ezért, és az aktualizálni lehetne a vízhasználati díjakat, vagy az is benne van, hogy ezekről szólt, a tűzbizottság látta az előterjesztést. Köszönöm, ami nyilván arról szól, hogy ez a megállapodás aláírható, ezekkel a módosításokkal van-e esetleg kérdés képviselők részéről? Ha nincs és tudjuk támogatni, kérem jelezzük készfeltartással. Egyhangú, köszönöm. 19-es napi rendi pont. SZEHA. Szeged a Hódmezővásárhely Algyő települések közötti települési együttműködési megállapodás jóváhagyása. Erről is beszámoltam már korábban, ennek a úgynevezett három településnek, Szegednek, Hódmezővásárhelynek és Algyőnek az együttműködése, a jövőbeni együttműködése a gyakorlatokon túl egy tényleg írásbeli megállapodással indulna el, vagy folytatódna, nem is tudom, hogy lehet fogalmazni. Ennek az anyagnak az elkészítése megtörtént. Ez nyilván egy keretmegállapodás tartalmazza azokat a főbb irányokat, amiben úgy érezte a három polgármester, hogy el lehet indulni a három település együttműködésében, kulturális, idegenforgalmi, gazdasági és rendészeti együttműködés. Itt most, ahogy mondtam is, egy kereszteződésről van szó, ezt ha jól tudom, Szeged a holnapi nap folyamán viszi közgyűlés elé, Vásárhely talán jövő hét folyamán, mi ezt ma el tudjuk fogadni. Természetesen minden ilyen típusú megállapodásnak a gyakorlat fogja megadni az értékét. Erre is vannak már úgymond gondolatok, egyeztettünk már konkrét programokról is, úgyhogy én bízom benne, hogy előbb-utóbb ezek meg is fognak jelenni. Én minden esetre azt el tudom mondani, hogy két megyei jogú város mellett nagyközségként benne lenni ilyen típusú megállapodásban, ez nyilván nagy megtiszteltetés is, és tényleg örültem neki, mikor a két kollega valamilyen formában pozitívan reagált erre a felvetésre. A három település nyilván összenövőben van, ha lehet így fogalmazni, sok szempontból is vannak már közös kapcsolódási pontok, tehát ezért volt célszerű ezt a megállapodást úgymond írásba is fektetni. Hát én remélem, hogy ez egy jó kezdet, aztán meglátjuk, hogy mivé tudja ez kinőni magát. Természetesen ez mind a települések tekintetében, mind pedig gazdasági vagy egyéb célok tekintetében tovább bővíthető. Meglátjuk, hogy mivé fog ez alakulni. Egyelőre a lelkesedés megvan, azt tudom mondani mind a három település részéről. Ennyi bevezető. Úgyhogy nézzük, hogy mit mondhatok. Köszönöm szépen. Szintén támogatja a tárgyalási javaslatot. Köszönöm szépen. A Humánügyrendi Bizottság is az előterjesztés szerint támogatja. Köszönöm szépen. Van esetleg még kérdés? Amennyiben nincs, és el tudjuk fogadni, kérem készfeltartással jelezzük. Egyhangú 20-as.
közétkeztetési díj szabása. Ügyvezető asszony Gyevit úr részéről elkészítette a javaslatát, ami azt jelenti, röviden összefoglalva, ugye 2023 év végén volt utoljára emelés, és most 10%-os áremelést szeretne eszközölni. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt egy évben talán, habár a KSH statisztika egy picit más mutat, de mi azért nagyjából látjuk, hogy az áremelkedések, ha az inflációt nem is követik, annál jóval nagyobbak. Tehát ez a 10% ez mindenféleképpen indokoltnak tűnik így elsőre. Egyébként maga a hatázati javaslat újdonságot nem tartalmaz, hasonló rendszerben kerülne tovább kialakításra, mint hogy eddig volt, annyival, hogy 10%-os növekedést jelentene ez a középkeztetésben. Mindegyik bizottság látta az előterjesztést. PGZ a határozati javaslat a változatát támogatja, miszerint támogatjuk az emelést. Uh-huh. Szintén a változat és 10% emelés javaslat. Köszönöm szépen. A Magyarországi Bizottság is az a változatot támogatja. Köszönöm. Van-e képviselőknek bármi más javaslata? Ha nincs, és el tudjuk fogadni a 10%-os emelést és a határozati javaslatot is, akkor kérem kész feltartással jelezzük. Köszönöm, egyhangú. Ez az A változat volt, csak mondom, mert itt is volt A és B változat. Rendben, 21-es, ugye? AKTV Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása. Az eddigi tagok Lakatos Albert, Balázs Zsolt és Csanyavác Tamás Gábor megkeresésünkre azt reagálták, hogy szívesen vállalják tovább a felügyelőbizottsági tagságot, hogy vállalják tovább, úgyhogy az ő személyükre tennék én javaslatot. Nézzük, hogy a bizottságok hogyan gondolkodtak. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot az 1-es és 2-es pont alábbi kiegészítésével. A Lakatos Albert, Balázs Zsolt és Csanyavász Tamás Gábor a három tag, és a PGB javasolja a felügyelőbizottság elnökének a 25 ezer forint per hó, a tagjainak pedig a 20 ezer forint per hó tiszteletdíj emelését. Köszönöm. Vagy erre az összegre való emelését. Igen. Igen, köszönöm. Támogatta az előterjesztésben szereplő nevek neveket, illetve nem javasolt összeget. Oké. Okay. Mármint a bizottság elfogadta a három jelöltet, további jó munkát kívánunk nekik, és a pénzügyi bizottság által tett javaslatot támogatjuk. Köszönöm szépen. Van esetleg más javaslat? Jó, akkor ha ez a javaslat akként menne, hogy a pénzügyi bizottság elmondott, ez lenne az én elsőnek föltett javaslatom, tehát a személyeket megegyezni, illetve némi nemű emelést is javasolnánk, ugye 20-ról 25 ezer forintra és 15-ről 20 ezer forintra, ha jól vettem. Igen. Jó. Rendben, köszönöm szépen. Aki tudja támogatni e szerint a javaslatot, kérem kész feltartással jelezze. Egyhangú, köszönöm. Tartózkodás. Ja, mert persze te benne vagy, oké, nem kell kizárnunk, de tartózkodtál, jó. Gyevikult, ugyanez a helyzet, Gyevikult NKFT felelőbizottsága tagjainak megválasztása. Itt ugyanez a helyzet, tehát a három felügyelőbizottsági tag, Lakatos Albertné, dr. Tóth Mária, Szűcsné Kolonics Erika, illetve Bácsi Sándor Zoltán volt az eredeti. Bácsi Sándor ugye időközben most az ősszel lemondott, és ugye helyette került megválasztásra Rigó Péter. Tehát a most meglévő mind a három tag vállalja szívesen tovább, úgyhogy az ő személyükre is én tennék javaslatot. Bizottságokat nézzük. PGB elfogadásra javasolja, szintén az 1-es és 2-es pont kiegészítésekkel. Az 1-es pontban Lakatos Albertné, dr. Tóth Mária, Szűcsné, Kolonics Erika és Rigó Péter tagokkal, és itt is van egy javaslatunk az elnök, illetve a tagok tiszteletdíjának emelése. Jó. Az előzőkkel egyetemben 20 és 25 ezer forint. Rendben. Jó. Támogat az előterjesztésben szereplő személyeket összegben nem döntött. Rendben. A Mádik Fendi Bizottság is támogatja a három fő taggá választani, és a felügyelőbizottsági tiszteletdíjakat pedig a pénzügyi bizottság szerint rendben szeretnénk mi is.
Rendben. Oké. Van-e más javaslat egyébként? Amennyiben nincs, hogy el tudjuk fogadni, kérem készfeltartással, akkor jelezzük. Köszönöm, egyhangú. Most két dolgot kéne, vagy két dolog közül kellene választani a Gyevitúrnál. Én még egyetlen egy válaszra várnék egy személytől, hogy megerősítse, hogy vállalja-e. Most vagy azt csináljuk jegyzőr, hogy szünetet rendelnék el, és megnézem, hogy jött-e hívás, vagy ezt esetleg hátrébb rakjuk, és akkor ott tartanék szünetet, amikor már a végére értünk esetleg a... Szerintem tartsunk most szünetet. Tartsunk most szünetet, jó? Akkor hagyj rendeljek el egy max. 5 perc szünetet, jó? És akkor folytatjuk. Csak azért, hogy olyan nevet mondjak be, aki aztán végül úgy dönt, hogy nem vállalja, jó? No, akkor szünet után nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök újra mindenkit. Köszönöm szépen a megértését a testületnek, de én úgy gondolom, hogy így tudom kerekre vinni ezt a következő előterjesztés, ami Gyevitúr NKFT felügyelő bizottsága tagjainak megválasztása. Azért volt ez egy picit nehezebb előterjesztés, mint az előző kettő, mert a három felügyelőbizottsági tag jelezte tulajdonképpen az egész bizottság, hogy szeretne lemondani különböző okok miatt. Nyilván Nacsa József úr nagyon-nagyon régóta az elnöki tisztséget betölti a Gyevitúr felügyelő bizottságában, nyilván rengeteg dologban tudott segíteni az idők folyamán, most már úgy érezte, hogy szívesebben átadná a stafétát életkorára való hivatkozással, és ezt mi, én úgy gondolom, hogy nagyon el is tudjuk fogadni, és ezúton is szeretném neki megköszönni, így majd nyilván más formában is, a több éves, sőt, több tíz éves segítségét a Gyevitúr felügyelő bizottságában. A Csomagyváréni Ola Krisztina munkahelyi elfoglaltságok, illetve egyéb elfoglaltságok miatt jelezte, hogy nem tudja tovább vállalni, és ugyanígy Vince Zsolt is, hiszen ő is olyan tisztséget tölt be jelen pillanatban, amiben megnövekedtek jelentősen a feladatai. Úgyhogy itt azért volt nehezebb egy kicsit a dolog, mert a három felügyelőbizottsági tag helyére újakat kellene jelölni, és nyilván én is úgy szerettem volna a képviselőtestület elé jönni, hogy nekem is van javaslatom, nyilván ezzel talán megkönnyítve a döntést, de ugyanúgy, mint hogy az összes többi előterjesztésnél, itt is lehetnek természetesen egyéb javaslatok. Én csak szeretném volna, hogyha nem akadunk le ennél az előterjesztésnél, és akkor tudok javasolni. Jó, úgyhogy nyilván a bizottságok eszerint gondolkodtak. Először hallgassuk meg a bizottságokat, és akkor mondom a javaslataimat is utána. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A felügyelő bizottság tagjai tekintetében a bizottság a képviselőtestületre bízza a döntést, nem volt javaslatunk, és a másik pedig a tiszteletdíjak tekintetében az előző kettőhöz hasonlóan szintén emelést szeretne indítványozni. Köszönöm. TÜV a testületre bízta a döntést. Humánus testületre bízta a döntést. Rendben. Jó. Én nekem pedig akkor annyi lenne a javaslatom, a három személyre vonatkozóan, és természetesen mondom, ha van még javaslat, akkor szívesen veszem utána is. Javasolnám felügyelőbizottsági tagnak Répány Zoltán urat, Algyai Lakost jelen pillanatban azért is tartom alkalmasnak erre a feladatra, mert élelmiszeripari főiskolát végzett, jelen pillanatban doktorál, szintén ebben a témakörben, tehát úgy gondolom, hogy a Gyevitúr felügyelőbizottságában a szakmaiságot tudná képviselni egyértelműen, vállalta is a feladatot. Szintén tagnak felügyelőbizottságba javasolnám Kunszabó Zoltánt, ő inkább nyilván a pénzügyi részében gondolom, hogy tudna segíteni, hiszen napi teendőiben ugye nyilván az ingatlanokkal kapcsolatban végez tevékenységet, de úgy gondolom, hogy itt is tudna segíteni. És akkor, hogy legyen egy hölgy is a felügyelőbizottságba, én szeretném javasolni Csanyavászné Borbás Anna Máriát, szintén a végzettségei szerintem arra pedesztére, nem, ezt nem fogom tudni kimondani, predesztinálják, hanem pedesztrián, az ugye gyalogost jelent, de predesztinálják, hogy ugye ő is végzett szállodai és vendéglátóipari főiskolát, illetve egészségügyi, valamilyen rekreációs végzettsége, kettő is van.
Úgyhogy úgy gondolom, hogy ő is tudna szakmailag segíteni a felügyelőbizottságban, hogy én erre a három személyre tennék javaslatot. Van-e rajtuk kívül más javaslat? Itt egy segítséget is kaptam képviselő úrtól, mert ő is segített a nevek tekintetében egy picit. Úgyhogy neki köszönöm a esetleges javaslatokat. Jó? Van-e kiegészítés? Amennyiben nincsen, akkor ha ezeket a neveket el tudjátok fogadni, illetve a bizottságnak, az eddigieknek megfelelő tiszteletdíj növekményét is el tudjátok fogadni, és így a határozati javaslatot is, akkor kérem készfeltartásra jelezzétek ezt. Köszönöm. Egyhangú. 24-es napirendi pont következik. Rotavírus elleni védőoltási program folytatása Algyőn. Szerintem erről sok mindent nem kell mondani, hiszen a több éves programot követnénk. Dr. Molnár Mária gyermekorvos jelezte továbbra is, hogy lenne szükség ennek a programnak a folytatására. A vakcinák ellenértéke 1.141.371 forint volt 2024. november 8 napjáig, ugye ennyit vettek igénybe. Most egy 2 millió forintos elkülönítést javasolnánk a költségvetésben, azért, mert jelen pillanatban nincsenek még meg a konkrét vakcinákra vonatkozó árajánlatok, illetve nem érkezett még meg a pontos ár, de úgy látjuk, hogy az eddigi évekből kiindulva, hogy ez a 2 millió forintos keret összeg, ez elég lehet a program teljes megvalósításához. Ezzel egészül neki a határozati javaslat. Humánügyrendi bíróság? Fú, de benne vagyok. Humánügyrendi bizottság látta az anyagot? Igen, és a határozati javaslat szerint tudjuk elfogadni, és támogatjuk továbbra ezt a rotavírus elleni programot. Köszönöm szépen. Van-e képviselői kérdés? Anyagokkal kapcsolatban. Amennyiben nincs, és el tudjuk fogadni, kérem készfeltartásra jelezzük. Egy hangú köszönöm. 25-ös Bányai Andrea Anna gyógytornász kérelme. Itt azért tennék egy picit, megpróbálom nem hosszúra fogni, de kiegészítést, mert hogy a lakosság számára is azért egyértelmű legyen, hogy miről is döntünk. Ugye Algyőn jó pár évvel ezelőtt elindítottunk egy olyan lehetőséget, ami azt eredményezte, hogy Algyőn lehetséges térítésmentesen bizonyos fajta gyógytornász szolgáltatást igénybe venni azoknak, akiknek a házi orvosok is javasolják, illetve nyilván van róla olyan papírja, ami azt mutatja, hogy neki mindenféleképpen szükséges és nagyon fontos a gyógytornának a megléte, természetesen elsősorban azoknál, akik úgymond ágyhoz kötöttek, tehát nem nagyon tudnak máshol igénybe venni ilyen szolgáltatást, és azért, hogy Algyőn is ennek legyen megfelelő kerete, ezért Bányai Andreával kötöttünk annak idején egy együttműködést, amiben azt jelenti, hogy Algyő nagyközség önkormányzata igen, szerintem alapvetően igen szép és jelentős összeget költ arra, hogy ezt algyői lakosok igénybe tudják venni. Ugye az eddigiek folyamán, tavalyi év folyamán 3.268.000, ugye ez ugye 23-as adat. Hát nem is tudom pontosan, hogy jót nézek-e, de a lényeg, hogy több millió forintot fizetünk erre a szolgáltatásra, azért, hogy az algyai lakosoknak ez elérhető legyen. Jelen pillanatban, ugye aki igénybe tudja venni, annak ingyenesen. Én tudom, és a gyógytornász asszony minden hónapban szépen elszámol név szerint, hogy ki vette igénybe ezt a szolgáltatást, pontos elszámolás. Ugye ezen túl, hogy egyéni gyógytorna, ezen túl csoportos gyermek gyógytornát is finanszíroz az önkormányzat, ahol, mint egy neve is benne van, a gyerkőcöknek tudunk csoportosan, szintén ingyenesen igénybe vehető gyógytornászi szolgáltatást biztosítani. Lehet, hogy ezt azért úgy nem ment át minden esetben akár az igénybevevők részére sem, de lehet, hogy az algyai lakosságnak sem, hogy ezt az önkormányzat tényleg jelentős összeggel támogatja. Tehát ez is egy önkormányzati program. Most, hát lehet mondani, hogy most már minden évben mindenkinél talán szokásos, hogy egyfajta ár növekményt kell, hogy
megállapítson, és ezzel kapcsolatban kellene nekünk dönteni. Ugye egy gyógytornászasszony jelezte, hogy szeretné megemelni a vizit díjakat, ugye részben a közüzemi díjak emelkedésével, ami a vízdíjat jelenti, hiszen jelentős mértékű drágulást kell neki elviselnie, és ezt azt gondolta, hogy ezeket a díjakat szívesen megemelné. Ugye 6000 forint lenne a vizit díja a gyógytornának, otthonápolás keretében és a csoportos gyermek gyógytornának pedig 11000 forint per alkalom. Ezek lennek az új árak, ezeket természetesen az önkormányzat fizetné, és ezzel 4.356.000 forintra nőne ez a fajta támogatásunk. Ennyi. Humán Ügyrendi Bizottság megint kapott egy szép feladatot. Igen, a Humán Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és nagyon jónak látjuk azt, hogy a Bányai András gyógytornász itt tevékenykedik a Algyőn, és nagyon jó a lakosoknak az, hogy ő el tudja ezeket a feladatokat látni, viszont úgy ítéltük meg, hogy még egy alkalomra szükség lenne ahhoz, hogy tudjunk ebbe döntést hozni, mert hogy amit kért összeg, az most nincs alátámasztva teljes mértékben, és szeretnénk vele még egy külön bizottsági ülésen erről tárgyalni, hogy milyen formában és hogy tudnánk ezt közös nevezőre hozni, ezt a döntést. Uh-huh. Jó, tehát határozatjavaslata kapcsolatban nem döntöttetek? Nem döntöttünk, hanem legyen egy rendkívüli bizottsági ülés keretén szeretnénk, igen, és meghívjuk, és átbeszélni, hogy hogyan lehetne ezt mindenki szempontjából jó útra terelni. Egy szóra ezzel nincsen. Egyelőre ez így mehet. Tudjuk még addig. Igen, az gyakorlatilag a B változat tulajdonképpen. Azzal, hogy igen. Akkor a megbízási díjakról most akkor az első pontot azt vegyük ki, és akkor felkérje a jegyzőt, hogy tegyen kapcsolatnak javaslatot a januári képviselőtestületre, és akkor a Humán és Ügyrendi Bizottságot pedig felkéri, hogy akkor a szedőterjesztéssel kapcsolatban olvassa meg a Bányai Andrát, vagy valami hasonló. Jó, és akkor visszahozzuk a január havi testületre, és azon még nincs egy kis úgy. Jó. Ezt tudjuk-e támogatni, kérdezem a képviselőtársaimat, vagy van-e kérdés esetleg? Ha nincs és tényleg tudjuk, akkor ezt támogatni, kérem kész feltartással, akkor jelezzétek. Egy hangú köszönöm. 26-os napirendi pont, jutalom kifizetése az önkormányzat gazdasági társaságai vezetői és dolgozói részére. Hát mondhatom, hogy szokásos évvégi előterjesztés. Azt tudom erre mondani, hogy szerencsére most megint be tudtuk hozni ezt az előterjesztést, hiszen a költségvetésünk lehetőséget biztosít arra, hogy egyáltalán gondolkozzunk abban, hogy a jutalom kérdésében mind a gazdasági társaságok, mind az intézmények vonatkozásában dönteni tudjunk. A javaslatunk igazából nem változott. Ugye annyi lenne a lényege, hogy egy havi teljes bértömeget átadnánk a gazdasági társaságoknak, itt jelen pillanatban ugye erről beszélünk, és megadjuk a lehetőségét az ügyvezetőknek egyfajta differenciálásra, mint ahogy eddig is egyébként ez így volt. És a határozati javaslatban nagyjából az összegek vannak tisztázva, illetve az, hogy ezt a fajta differenciálást is továbbra is tudjuk támogatni. Én nekem annyi javaslatom lenne, és ezt ugye már bizottság, Humán Ügyvédelmi Bizottságon is följött szóba, és aztán a képviselőasszonyon, ugye most nincs itt, de vele egyeztettünk még, és én megígértem neki, hogy egy olyan javaslattal fogok még itt Tuszban élni, hogy amennyiben a differenciálás során bármelyik ügyvezető, és majd az intézményeknél is ezt elmondom, a 80% alatti összeget állapítaná meg kvázi jutalomnak, hogy akkor ott legyen egy írásbeli indoklása ennek, hogy miért 80% alatti. Én úgy gondolom, hogy ezt lehet akceptálni, talán nem is jelent akkora problémát,
Úgyhogy én itt a gazdasági társaságok esetében is ezt én akkor továbbítom, ezt a fajta javaslatot, ígértem is képviselőasszonynak, úgyhogy én ezt most betartom, ezt az ígéretemet, úgyhogy javaslatként én ezt a határozati javaslat mellé csatolnám, jegyző úr, van-e ezzel esetleg? Igazából annyi, hogy akkor hogy rögzítve legyen a differenciálás irányelvei, minden dolgozó egyhavi bruttó bérének legalább 50%-át, legfeljebb 120%-át kapja meg, amennyiben már legalább 6 hónapja dolgozója itt a gazdasági társaságnak, és akkor a plusz javaslat, hogy amennyiben 80% alatti jutalmat állapít meg az ügyvezető, akkor azt írásban indoklással kell ellátni. Így van, ennyi lenne akkor a plusz javaslat. Jó, nézzük a bizottságokat. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja a határozat. Még az eredeti nyilván. Az eredeti, igen. Tehát nem ezt az én általam kiegészítettek tovább. Szintén elfogadása javasolja. Uh-huh. Már ügyeni bizottság elfogadásra javasolja, és a kiegészítést tudomásul veszük. Köszönöm szépen. Jó, van esetleg javaslat, egyéb javaslat vagy kérdés? Jó, amennyiben nincsen, akkor ezzel az én általam tett javaslattal kiegészítve, aki tudja támogatni a határozat javaslatot, kérem kész feltartásra, akkor jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen. 27-es jutalom kifizetése az önkormányzat intézményei vezetői és dolgozói részére. Nagyjából ugyanaz a történet, itt is szeretném javasolni azt, amit az előbb javasoltam. Egyébként szerintem nincs különbség a két előterjesztés között. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja az eredeti határozati javaslatot. Köszönöm, TÜV támogatja. Humán ügyeni bizottság is elfogadása. Köszönöm, van-e kérdés esetleg? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy az általam javasolt módosítással, aki tudja támogatni a határozati javaslatot, kérem készfeltartással jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen. 28-as. Jutalom megállapítása adjon ökösség önkormányzat a polgármester és alpolgármester részére. Én ezt szoktam átadni ilyenkor, általában alpolgármesternek, de most nincs itt, úgyhogy én... Hogy? Róla is szó. Tudom, róla is van szó, de nem tudom, valahogy ezt tudottuk meg. Nincsen jelentőség, mert levezethetném, csak én jobban szoktam magam érezni ilyenkor. Úgyhogy megkérném elnök asszonyt, hogy ő, mint ilyenkor a sorban következő, kérem, hogy vezesse le ezt a előterjesztést, és én meg addig viszont kint. Az előterjesztésből is kiderül mindannyiunk számára, és ezt tudtuk, hogy se a polgármester úr, se az alpolgármester úr béremelésben nem részesülhetett, és az egész képviselőtestület támogatásával minden intézmény és dolgozói kaptak béremelést januárban, és ezt igyekszik ez az előterjesztés ezt kompenzálni, hogy január 1-ig visszamenőleg megkaphassák azt a 15%-os béremelést per hó, és a másik pedig a jutalom keretösszege, ami itt szerepel az előterjesztésben. És ezt nem tudom, jegyző úr valamivel még. A bizottságokat hallgassuk meg, hogy többen tettek. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az 1-es és 2-es pont alábbi kiegészítésével. Az 1-es pont A 9 hónapra az illetményének 15% hó összegnek megfelelő bérkompenzációt javasol, amennyiben 2024. október 1 napjától a polgármesterek fizetését az országgyűlés rendezi, illetve 12 hónapra az illetményének 15% per hó összegnek megfelelő bérkompenzációt, amennyiben 2024. október 1 napjától a polgármesterek fizetését az országgyűlés nem rendezi. Ez ugye a polgármester fizetésére vonatkozik, a bérkompenzáció, és ugyanez a szövegezés lenne az alpolgármester, nem olvasnám föl még egyszer. Jó, most én csak... Még a tűzbizottság nagyjából megegyezik a határozati javaslata a bizottság. A humánügyrendi bizottság munkája során ez nem derült ki, hogy október 1-ével tervezi a béremelést, úgyhogy ezt mi nem tettük bele, de itt most hallva titeket, itt ül a bizottsági tagunk, akkor tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Igen, annyi, hogy a Mános Ügyrendi Bizottság a 12 hónapra állapította meg a bérkompenzációt,
A határozati javaslatban ez akkor úgy kerülne bele pontosításként, hogy a bruttó összege, tehát polgármester esetében a bruttó 1.192.932 forint a november havi fizetéssel, bérkompenzációként, illetve amennyiben az országgyűlés nem rendezi, akkor a december havi fizetéssel 397.644 forint. És akkor ugyanígy forintosítva a polgármester esetében, és szerintem akkor így egyértelmű, hogy ne hónapokról és százalékokról beszéljünk, hanem akkor ezt forintosított a kollégán. Jó, hogyha ez így elfogadható. Akkor aki ezt el tudja fogadni, akkor készfeltartás. Nem? Igen. Mártvett, hogy valakinek eltérő javaslata vagy. Hát a mi javaslatunk az ugye... De képviselő javaslat még lehet esetlen is. Akkor ezt én javasoljam, hogy... Akkor szavazásra felteszem a kérdést, hogy aki támogatja, az kész feltartással. Köszönöm szépen. Lehet. Van rá lehetőség. Nem most jön a felvett, hogy én mondom. Köszönöm szépen, hogy visszatettétek a szót, meg köszönöm szépen is főleg, hogyha valami pozitív döntés született, úgyhogy köszönöm. Feladott anyag jön. Letett anyag jön, oké. Akkor ez most az új előterjesztés következik. Algyő Nagyközség Önkormányzata és a MOL NRT között létrejött szerződések jóváhagyása. Nem tudom, András jegyző úr, két szóban. Elmondom. Elmondod, jó. Igen, nagyjából két hete kezdtünk el egyeztetni a MOL-lal, hogy nekik november végéig a végleges bérleti szerződést be kell nyújtanunk a HIPA-hoz. Ezért került ez most elénk. Ugye egy előszerződés volt eredetileg, egy más konstrukcióval indult az egész, de a MOL most ezt saját erőből is megcsinálna a beruházást, ugye ennek érdekében területösszevonásoktól kezdve, tehát a területátadása megtörtént. Az előszerződés alapján megküldték a végleges bérleti szerződést, ugyanazokat a kéréseket tartalmazza, amiket a képviselőtestület megfogalmazott a korábbiakban, tehát ennek eleget tettek, közben egy helyrajzi szám egy összevonás révén módosult, illetve a településrendezési eszközök módosítása során kiderült, hogy ezen a területen ősgyep található, amit a Nemzeti Igazgatóság, a Nemzeti Park Igazgatósága kért, hogy pótoljon az önkormányzat. Erre is született egy szerződés, mivel a MOL végzi a beruházást, emiatt ő vállalta azt, hogy a fűmagot a gazdák számára biztosítja, ezáltal egy kötelezettség átvállalási szerződés jött létre tulajdonképpen, amelyben arra kérik az önkormányzatot, hogy akinek kiadta haszonbélbe ezeket a területeket, azokkal vegye fel a kapcsolatot, hogy ők átadhassák egyrészt a fűmagot, másrészt ugye tájékoztatnunk kell őket, ami már úgy tudom, hogy megtörtént, hogy annak a területnek egy részét be kell vetniük ezzel a fűmaggal, és tulajdonképpen erre kötne egy szerződést az önkormányzat és a MOL. Nagy vonalban ennyi, a sürgősséget pedig ez a november 30-ai dátum indokolta, amiért most ledett anyagként be kellett hoznunk. Jó, tehát szerintem ez így érthető. Hát nem gondoltuk, hogy ennyire bonyolult lesz a történet, de mindig van valami apróság, bevallom őszintén, tehát ami így kiderül menet közben, de én úgy gondolom, hogy talán ez kezelhető gazdákkal is, mert felvettük a kapcsolatot korábban is, jóval korábban. Most talán annyi a plusz, hogy
nem, sem a gazdákat, sem az önkormányzatot pluszköltség nem terheli ezzel a feladattal, ezzel eleinte ugye ez még nem volt, ez még kérdés volt, hogy hogy tudjuk, de a MOL átvállalta ennek a költségét, úgyhogy legalábbis a fűmag költségét, és akkor ezt a gazdáknak tudjuk majd biztosítani. Jó, nagyjából ennyi. Van-e kérdés esetleg az a anyaggal kapcsolatban? Határozati is vagyunk. Határozati javaslat tulajdonképpen ezt hát úgy tartalmazni, hogy a két szerződés aláírására. Jó? Van-e kérdés? Amennyiben nincsen, és tudjuk akkor támogatni a határozati javaslatot, kérem jelezzük készfeltartással. Mehet a füvezés. Jó. Jelentés a képviselőtestület határozatainak végrehajtásáról. Jegyző úr, bármi kiegészítésre az anyagban? Igazából minden benne van elkészült, minden előterjesztés, illetve amiből nem készült előterjesztés, abból is egy rövid tájékoztatót beleraktunk itt ugye az oldalnak kell beszámolni. Minden november a szerződés szerint a bérlő kiválasztásról a területén található ingatlannal kapcsolatban ezt intézményvezető asszony megküldte, úgyhogy röviden ezt belefoglaltuk ebbe a előterjesztésbe. Rendben. Jó, Humánügyrendi Bizottság látta is. Humánügyrendi Bizottság tudomásul vette a határozatok végrehajtásának beszámolóját. Köszönöm szépen. Más bizottság nem tárgyalta, mert nem vettétek fel, hál' Istennek. Jó. Van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, és el tudjuk fogadni, kérem jelezzük. Egyhangú. No, és akkor tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. Összefoglaltuk, hogy alpolgármester úrral milyen programokon, eseményeken, megbeszéléseken vettünk részt. Nyilván ezek a fontosabb dolgok voltak. Van-e esetlegesen? Először nézzük a bizottságokat, addig lehet még esetleg gondolkodni. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Köszönöm. TÜV szintén elfogadásra javasolja. Humánügyi bizottság is elfogadásra javasolja. Köszönöm. Van esetleg most kérdés bármelyikkel kapcsolatban? Az egészségügyi kerekasztalon. Igen. Miről beszéltetek? Mindig olyan jól beszokták kérdezni, képviselő úr, de el fogom mondani természetesen. Az egészségügyi kerekasztalon három témát érintettünk. Az egyik az egészségheteknek a szervezésé, hogy hogyan és miképpen áll. A második téma a vérvétellel kapcsolatos téma, ugyanis hát folyamatosan érkezik jelzés, vagy intézményhez, vagy személyesen nekem is, vagy jönnek ilyen áttételesen jelzések kollégáktól innen-onnan, hogy hát a vérvételnek a megképzett ára itt a háziorvosi ellátásban, ezt többen megkérdezték, hogy miért annyi, vagy miért ilyen mértékű. Nyilván azt mindenkinek illik tudni most már, ahhoz, hogy érthető legyen, hogy az önkormányzat 2007 óta, ha jól emlékszem, átvállalja a vérszállításnak és a tű, az injekciós tűnek az ellenértékét, az árát, tehát mi fizetjük. Azért került sor annak idején, mert a háziorvosoktól érkezett akkor egy olyan jelzés az önkormányzat felé, hogy megemelkedett ennek a díja, vagy onnantól kezdve díjat kezdtek el szedni a vállalkozó, és hogy ezt így ők már nem fogják tudni, illetve át kellene hárítani nyilván a lakosoknak, és ha az önkormányzat tudna ezt támogatni, akkor maradna az akkori áron, tudnák tartani azt az árat. Ugye az önkormányzat akkor be is vállalta ezt a szerepet, és azóta is fizetjük minden évben. Egyetlen baj van, hogy ezzel szemben a vérvételnek az árára semmilyen ráhatás az önkormányzatnak azóta sincs. Mi is csak abból értesülünk, hogyha látunk egy akármilyen tájékoztatót, vagy magunk elmegyünk, és a vérvételt igénybe vesszük.
mivel tényleg több jelzés érkezett és kérdések felénk, hogy miért ennyi a vérvétel és miért kerül ennyibe Algyön, én annyit tettem, hogy utána nézettem itt a hivatalon belül, hogy ugyan a környező településeken, a Csongrád megyei településeken hogyan alakul ez a vérvétel kérdés. Azt tudni kell, és ezt a háziorvosok is többször elmondták, és nyilván ezzel nem is tud senki vitatkozni szerintem, hogy ez egy kényelmi szolgáltatás, ezt ők nyilván a szolgáltatásukba belevették, és ezt természetesen minden szerintem minden algyói értékeli és érzi, hogy nem kell Szegedre vagy bármilyen más településre elmenni vérvételre, mit helyben ezt meg tudják oldani, és ez teljesen jó. Viszont ugye a kutatásunknak az eredménye az lett, hogy a környező településekhez viszonyítva Algyön igen jelentős a vérvételnek az ára a többi településhez képest, tehát itt 1000 forintos eltérések vannak. Most nem készültem, úgyhogy nem tudom ezt a táblázatot bemutatni, de ott a házi orvosoknak és az egészségügyi kerekasztalnak bemutattam ezt a táblázatot. Ugye ami még egy picit árnyalja a képet, hogy ezeken a településeknek a nagy részén az önkormányzat semmilyen fajta hozzájárulást ehhez nem ad. És mégis hát zömében fele vagy még kevesebb a vérvételnek az ára. Többfajta megoldás létezik, hogy kivégzi a vérvétel, de sehol nincs ennyi, mint Algyön. És én ugye ezt kértem a házi orvosoktól, hogy ez most kerüljön egy picit úgymond megtárgyalásra. Egyrészt ő köztük is, meg a mi részünkről is történt egy ilyen jelzés, hogy hát nem tartom szerencsésnek, hogy az önkormányzat olyan dolgot finanszíroz, ami a legdrágább szinte a megyében. Tehát ha ők ilyen árképzést folytatnak, akkor egyrészt próbálják megindokolni felénk, hogy mi ennek az árnak az indoka, illetve a lakosok felé is. Ha pedig ennek nyilván olyan nagyon lényeges indok nem merül föl, akkor két opció van. Az önkormányzati támogatás mellett én úgy gondolom, hogy akkor csökkenteni kellene a vérvételnek az árát, vagy amennyiben ez nyilván nem történik meg, akkor az önkormányzatnak át kell gondolnia, hogy kíván-e támogatást nyújtani egy olyan árképzés mellett, amire nincsen semmilyen fajta ráhatásunk, és azt a célt nem éri el, amiért eredetileg ez kialakult, azaz azért támogatta az önkormányzat a vérszállítást és a tűt, mert hogy Algyön olyan áron lehessen elérni a vérvételt, ami esetlegesen előnyösebb, mint más településeken. Ez egyáltalán nem látszik jelen pillanatban, sőt, ez a cél egyáltalán nem teljesül. Én ezt kértem tőlük, a háziorvosok azt jelezték, hogy november végéig átbeszélik, és valamilyen fajta lehetőséget fognak fölvázolni az önkormányzat felé. Ez még most nem történt meg, de várom, és természetesen egyeztettünk azóta is, úgyhogy én továbbra is azt kértem tőlük, hogy legyen egy ilyen. Én a lakosság felé nyilván majd fogom tudni jelezni, hogyha bármifajta döntés születne. Nyilván ennyi történt, ez volt az egyik napirendi pont. A másik napirendi pont pedig mindjárt lehet, hogy csak most elmondom, ezt el fogom feltenni. A másik napirendi pont pedig a riasztó berendezésnek a kérdése volt az egészségházban, ugyanis, mint az összes intézményünknél, ahol van riasztó rendszer, ott ugye személyeket kell megjelölni, hogyha riasztás esetén kiket lehet értesíteni. Azoknak nyilván a személyeknek egyfajta prioritási sorrend van, hogy ki az első, második, harmadik, az elsőt nem tudják elérni, akkor jön a második, aztán a harmadik, stb. És ugye itt most többször előfordult az egészségházban, hogy nem tudtak senkit elérni. Ketten vagy hároman voltak megjelölve ezen a listán, és a biztosító cég kérte, hogy akkor olyanokat próbáljunk már megjelölni, akik valóban elérhetőek. És én ezt kértem az orvosoktól, hogy mivel úgy érzem, hogy a egészségházban lévő értékeknek a jelentős része az ő magán vagy céges vagyonuk, ezért én kértem, hogy akkor próbáljunk már meg úgy ezt megoldani, hogy ők jelöljék meg, hogy kiket lehet erre a listára belerakni. Nem tudom, mi lesz. Majd meglátjuk. Egyelőre elég nagy volt az elutasítottság a részükről, de én jeleztem nekik, hogy hát nyilván más ezt nem fogja tudni helyettük megoldani, mert nincs, nem tudok, én most nem tudok a zsebből 5 lakost megjelölni, hogy majd ők fognak kirohangálni jelzés esetén. Én mondtam, hogy ezt is akkor legyenek szívesek ők egymás között megbeszélni, hogy kik lesznek azok a személyek, akik ezt vállalják, hogy ha bármi riasztás van, akkor telefonon el lehet őket érni.
és akkor... Mert jelen pillanatban, ha ez nem történik meg, akkor van egy kiszállás, tehát a cég kijön a helyszínre, körbenézi az épületet, és ezt kiszámlázza az önkormányzatnak. Na most nyilván ez, hogy is mondjam, azért ez a luxus kategóriája. Tehát, vagy akkor nyilván azt kell dönteni, hogy ezt tovább számlázzuk az orvosok felé, ezt a díjat. Nekünk az is jó, csak akkor ez legyen tisztázva, hogy mi legyen a következő időszakban a gyakorlat. Parancsolj! Annyi lett volna a kérdésem, hogy a vérvételel kapcsolatban, akkor november végéig mi akkor történnek egyeztetések a házi orvosokkal, hogy ebből elénk kerül bármilyen anyag, mert ennek van egy önkormányzati pénzügyi vonzata. Abszolút. Vagy, jó, oké, csak egy valamilyen anyag, most azt nem tudom egyébként, hogy képviselőtestületi hatásköre ennek az eldöntése, ha igen, akkor egyértelműen, ezt nem néztem még meg, mert nem tudom, hogy mi lesz a végkifejlet, ha meg nem, akkor meg tájékoztatom mindenféleképpen. Jó, jó, tehát tájékoztatni fogom a képviselőket, pont azért, mert a lakosság titeket fog ezzel kapcsolatban keresni. Jó. Ez volt az egyik, igen, mi a másik? Jó, a másik, hát a zöld hulladék kever, ugye Lukács Attilával, hogy ugye tárgyaltátok, hogy bevezetitek a zöld hulladék gyűjtést, uh-huh. és ki lesznek osztva a kukák. Na most olyan kérdésem lenne, ugye közmeghallgatásra nem akartam föltenni, hogy elvileg most ugye, hogy itt nem volt zöld hulladékkezelés, szállítás, tehát elvileg a szerződés nem mondta ki, hogy a kommunális hulladékban nem lehet zöld hulladékot vagy komposztot belerakni. Most ez változik-e? Így, hogy most már lesz. Még nem láttuk az új szerződés tervezet, szerintem te se láttad még, hogy lesz-e ilyesmi változtatás. Az biztos, hogy annyit jeleztek, hogy az elképzelhető, hogy a fekete zsák, mint olyan megszűnik ennek hatására. Tehát ez a hónap elején lehet plusz egy fekete zsákot kirakni, ez valószínűleg meg fog szűnni. Hát ki lehet rakni, csak nem viszik el. Hát ki lehet rakni. Hát nem szűnik meg a fekete zsák, csak nem viszik el. Igen. Ez egy, én hol jártam már, ugye egyébként, nem az első hétfőn raktam ki a hónapba, és az úgy ott maradt, mint a sics, tehát elég szigorúan veszik a fekete zsákos megoldás. De ez volt a jelzés a részükről. Nem tudom, hogy ez változik-e, de hát most én azon mindig logikusan gondolkozom, nyilván van logikusan, hogy van egy zöld hulladékra vonatkozó kuka, akkor miért raknám bele a zöld hulladékot a kukába. Nyilván ezt, igen, nem tudom. De lehet, hogy a szerződését is fogják kezelni, de megkérdezzük, jó? Ezt most nem tudok rá válaszolni. Hogy? Ez nyáron lesz érdekes, mert most oké, belerakja az ember ilyen időben meg. Mm. Tehát nyáron, egy hét alatt mi lesz abban a kukában? Belerakod a füvet, majd kiönti. Meggyullad két hét alatt. Nem tudom, hogy ez hogy fog működni. Uh-huh. Meglátjuk. Elméletileg máshol működik már, Szegeden is működik, tehát hogyha gondolom, hogy ez nem egy új rendszer. Nem fogja, nyilván minden zöld hulladék kezelési problémát ez nem fog megoldani, ezért is lesz az, hogy marad a hulladékudvarban is a zöld hulladékgyűjtés. Tehát a nagyobb volumenű dolgokat mindenféleképpen nem érdemes, mondtam is, hogy nem érdemes egy egész megyfát beleállítani a kukába, tehát ezt érdemesebb azért kivinni. Most nem akarok ötleteket adni, de nyilván ezt érdemes inkább kivinni. Én meg mint továbbra sem azt tudok egyébként mindenkit, hogy ezeket ki se kéne vinni sehova se, meg nem is kéne beletni sehova se. Tehát ezeket komposztálni lehet, ezeket a faágokat aprítani lehet, aztán felhasználni, akár mulcsnak. Tehát nagyon sok olyan megoldás van, ami a zöld hulladéknak a szinte teljes úgymond megszűnését eredményezheti. Saját példámat mondom, én a dió leveleken kívül nagyon más nem szoktam, azt is egyébként szétterítem, tehát nem foglalkozok különösebben vele. Na most nem akarok ilyen oktató videókat készíteni, de szerintem tökéletesen lehet hasznosítani minden zöld hulladékot, nem is hulladék egyébként. Ez azoknak jó, akik nyilván nem akarnak vesződni vele, de ez most egy plusz lehetőség lesz. Én azért is gondolkoztam, hogy egyetlen kiváltsam, mert én nálam nem szokott lenni zöld hulladék. Tehát azért, hogy plusz egy kukám álljon az udvarba, lehet, hogy tök fölösleges. De nyilván ez én vagyok, meg vannak nagyon sokan, akik nem így látják, és akkor nekik meg ez segítség lehet, hogy azokat az apró dolgokat bele tudják állítani, meg bele tudják rakni. Igen, a fűnél vigyázni kell, hogy nehogy begyulladjon, stb. Stb. Tehát vannak itt azért kérdések, de hát ennek is lesz majd, én úgy tudom, hogy lesz majd valami fajta tájékoztató, amiben leírják, hogy mit lehet, mint kéne, hogy kéne. De ugye 400 darab komposztálót osztottunk ki pár évvel ezelőtt. Én azt használom egyébként folyamatosan.
Amit még egyébként fölvázoltak, hogy előbb-utóbb a Győrre is az is be fog gyűrűzni, hogy a kommunális hulladéknak azon részét, ami ételmaradék, az külön gyűjtésen. Ugye ez már Európai Unióban egyfajta szabályozás alatt van, tehát ha nem is kuka, de valami fajta edényzetet lehet, hogy lesz majd minden háztartásnál, és ami megmarad, amit régen a moslékba az disznók megettek, azt most lehet, hogy külön kell gyűjteni, vagy külön lehet gyűjteni. Úgyhogy többfajta ilyen megoldás van, de hát így faluhelyen ezek néha egy kicsit furcsák, legalábbis aki nőtt már olyan faluhelyen, ahol voltak állatok, de ez van, ez most a jelenkor. Úgyhogy nyilván nem azt várom mindenkit, hogy most disznókat tartson, de régen ezt csinálták a moslékkal, tehát havót egyáltalán ételmaradni. Na jó. Úgyhogy igen, a kérdésre válaszolva nem, megnézzük, hogy a szerződésben ez kezelve lesz-e. Azt mondom, a fekete zsák azt jelezték, hogy valószínűleg az ki fog maradni most már a szerződésből. Jó? Más egyéb kérdés az anyaggal kapcsolatban? Nagyon szívesen. Jó, amennyiben nincsen és el tudjátok fogadni a beszámolót, kérem készfeltartásra jelezzétek. Egy hangú, köszönöm szépen. 30. Zárt. Ja, egyebekben vagyunk. Egyebekben, fú, át kéne vennem a polgármester úr feladatát részben, igaz? Programokkal kapcsolatban. Hát bevallom őszintén, hogy amire mindenféleképpen szeretném fölhívni a figyelmet, hogy adventi időszak következik, ezáltal a programok száma is valószínű, hogy még a mostanihoz képest is egy picit emelkedni fog. Mindenképpen szeretném jelezni, hogy némi változást fog jelenteni az, hogy úgy egyeztettünk az egyház községgel, hogy az idei évben egy picit próbaképpen is az adventi koszorút, azt nem a főtéren, hanem a templom melletti most kialakult kis téren fogjuk fölállítani. Nyilván a fölállításnak a technikai megoldásai ugyanazok lesznek, mint eddig, és plébános úr, illetve az egyház, a világi tanács, ugye vállalták, átbeszélték, hogy ennek a gyertyagyújtásnak a grémiuma átkerül egy picit arra a területre. Ők nyilván majd tájékoztatással lesznek, hogy ez hogy fog és mind fog megtörténni. Ez annyit jelent, hogy a pár évvel ezelőtt bevezetett adventi gyertyagyújtásos program az adventi vasárnapokon, ez ott a főtéren biztos, hogy nem lesz. Egy picit átstruktúrálásra került ez az időszak, és most annyi lesz, hogy egy falu karácsonyi programot fogunk szervezni december 22-ére. Ez nyilván egy picit ebből kifolyólag, hogy majdnem azt mondom, hogy 4-1 program. Ez egy nagyobb volumenű program lesz. Ez egy december 22-e, ez vasárnap, falu karácsony, tehát azt jelenti, hogy a falu apraja nagyját szeretnénk ott nem vendégül látni, mert vendéglátás nem lesz, de nyilván a programokkal ott köszönteni. Egy-két ilyen pici meglepetés is lesz, de ezt tervezzük. Tehát, hogy nem adventi vasárnap délutáni gyertyagyújtás lesz a főtéren, hanem egy nagy program lesz december 22-én. Föllépnek majd különböző ugye intézményi csoportok, óvi iskola bemutatnak majd, lesznek kint civil szervezetek, akik különböző dolgokat fognak majd ott csinálni. Nem tudom, még most meg nem is szeretném elmondani, legyen ez meglepetés. Tehát egy kicsit egy ilyen karácsonyi forgatag és kicsit készülődés. Ez lenne a program. Erre hívnám föl a figyelmet, de nyilván erről majd lesznek plakátok, illetve megosztások majd a közösségi oldalakon, úgyhogy abból lehet értesülni. Egyébként az önkormányzat a szokásos karácsonyi rendezvényeit meg fogja tartani, tehát lesz idősek karácsonya, a mostani, ugye a költségvetésben el is különítettünk rá forrást, időseknek ugye csomagosztás, a szociális intézményeink, az intézményeink szerveznek karácsonyi programokat, illetve ilyen jellegű jótékonysági dolgokat, úgyhogy ezekről majd szépen szerintem tájékoztatjuk a lakosokat is, és mindenki megtudhatja, hogy mikor, milyen program lesz. Még annyit az egyebekben, hogy nagyon szépen folynak a beruházásaink a Tiszaparton, a strand területén,
Őszinte leszek, én nagyjából másfél hete voltam lent, én gondolom, hogy annál jóval előrébb vannak már, mint az akkori, de héten, lehet, hogy hónapi nap folyamán tervezem, hogy körbe megyek újra, és megnézem, hogy hogy haladnak. Az Ezer Juhász tájházban befejeződtek az ottani felújítási munkálatok, a hangárnál a repülőgép felújítása szerintem már szinte a végéhez közeledik, és el is indult talán részben a hangárnak a felújítása apró munkálatokkal. Ez a turisztikai pályázatunk, a kilátó felújítása nagyon szépen halad, az is már a vége felé jár, úgyhogy aki arra megy, az szerintem már bekukucskálhat, és láthatja, hogy sikerült. Az Aranyhíd utcán a csapadékvizelvezető rendszernek a felújítása is nagyon szépen halad. Most voltam kint reggel már az első részén az utcának, vagy a kezdeti részén, ott már a legvégét készítik a projektnek, tehát lehet látni, hogy mi az a megoldás, amivel most próbálunk itt célt érni. Ugye, aki kíváncsi rá, az nyugodtan menjen és nézze meg. Tehát a nagy árkok jelentős része meg fog szűnni, és egy ligetesíthető terület fog kialakulni helyette, azzal, hogy a csapadékvíz elvezetése a föld alatt továbbra is megoldott marad. Nagyon érdekes lesz, hogy ez hogy fog működni, én nagyon remélem, hogy beváltja a reményeket, és akkor egy nagyon mutatós kis dolgot tudunk más utcákban is eszközölni, amennyiben szükséges. Hol dolgozunk még? A fontos rész a Kastélykert utca felújítása, ugye megtörtént az aszfaltnak a remixálása, és én úgy tudom, hogy a szegőkövezés már folyik, ugye adnak a 200 méteres szakasznak. Én úgy tudom a vállalkozótól, hogy az eredeti decemberi 15-i időpont előtt már azért el fog készülni, és meg lehet nyitni a bevezető utat, és már ugye készül a fejlesztési, úgymond folyamatának a terve a következő szakasznak, amit majd meg kell oldanunk nyilván a buszközlekedés, hogy hogyan és miképpen maradhat. Valószínű, hogy egy sávos megoldásban kell gondolkoznunk, mert nem hiszem, hogy le tudjuk zárni a teljes útszakaszt következő részben. Meglátjuk egyelőre, hogy ha oda jutunk, akkor ez is kialakul, de valószínűsítetően, hogy a többi szakaszon már nem lesz teljes útzár, hanem félpályás út lezárásra lehet majd számítani. Jó. Nincs máshol fejlesztés, ugye, András? Jó lenne még egy három, mert alig győzt. Lát, kínai tete, igen, az is lehet látni, szerintem, aki arra jár, hogy szépen halad, úgyhogy szerintem az is időben, legalábbis a nagy része kész lesz még a karácsonyi időszak előtt, át fog csúszni valamennyi biztos, de a jó része kész lesz. Én ennyit szerettem volna, de majd lehet, hogy lesz kérdés, arra próbálok válaszolni. Jegyző úr, van-e? Nagyon köszönjük szépen az intézmények és a gazdasági társaságok munkavállalói nevében is, hogy a képviselőtestet megszavazta az egyhavi jutalmat. Illetve arról szeretném tájékoztatni a képviselőtestet, illetve a lakosságot is, hogy december 23-ától január 5-ig igazgatási szünet lesz a hivatalban. Az erről szóló tájékoztatót a Hírmondóba, illetve egyéb felületeken is közé fogjuk tenni, illetve azt is, hogy hogyan tudnak végszükség esetén elérni minket, hogyha bármi probléma lenne. Erre egyébként a szociális intézménynek is lesz egy elérhetősége, úgyhogy ezekkel éljenek, ha szükség van rá. Igen. Köszönöm szépen. Én pedig a Mártonnapi tapasztalatokról szeretnék egy pár szót mondani. Nagyon szeretném megköszönni a szülőknek a támogatását a rendezvényünk kapcsán. Ennek köszönhetően szebbé tudjuk tenni a karácsonyi ünnepségeinket. Eszméletlen sokan volt. 500 ezer forint gyűlt össze adományként, tehát tényleg nagyon-nagyon köszönjük a szülőknek, a családoknak, akik részt vettek ott, a Zsibongó és a Citera zenekarunk is ott volt, és hangulatosabbá tette az esténket. Nagyon jól sikerült a lámpás felvonulás, látványos volt a Komp utcán, hogy vonult az a 200-300 ember, és utána pedig volt egy kis finomság, egy kis zsíros kenyér tejával, meg szólt a zene, és lehetett táncolni, úgyhogy nagyon hangulatos estünk volt.
Ezt szeretném megköszönni még egyszer, és csatlakozok a jegyzőhöz, hogy december 23-ától az óvoda is be lesz zárva, és majd mi január 2-án nyitunk vissza ügyeleti rendszerbe, addig kérjük a szülők türelmét és a megértését, mert hogy összességében 6 gyerek jelezte, hogy szeretné igénybe venni az ünnepek alatt az óvodát, és ez a házi rendünk szerint nem lehetséges, így be tudunk zárni mi is 23-án. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselő úr, van-e egyebekben? Köszönöm szépen. Nincs most, András? Képviselő. Nekem sincs, köszönöm. Nekem 2 lenne röviden, az egyik a bizottságon is elhangzott már, illetve az előző testületén már jeleztem a görpálya felújítását jövő évben el kéne végezzük. Ehhez most az első körben indikatív ajánlatokat kértünk be, mind az elemek felújítására, mind az aszfalt talaj réteg felújítására. Ott ami a nehézség, hogy nincs rétegrendünk, nem látjuk, hogy az aszfalt réteg alatt mi helyezkedik el, emiatt lehet, hogy ott kellene egy fúrást csinálni majd, és a testületet csak az ide szeretném tájékoztatni, hogy a beérkezett anyagokat a műszaki csoport részére át fogom adni, és a Gyevi is vár még be indikatív ajánlatokat, elvileg a héten oda is beérkeznek, és akkor ebből egy előterjesztést készítünk majd, és akkor ebbe kérem a műszaki csoport segítségét, hogy akkor ezt a januárra költségvetésben, ha van lehetőség, tervezzük be majd ezt. Most nem is megyek be a részleteibe, az előterjesztésbe szerintem össze tudjuk ezeket rakni, és erről tudunk majd egyeztetni. A másik pedig, hogy a civil szervezeteink az idejében is fognak hirdetni jótékonysági gyűjtést, nehéz körülmények között élő agyai gyermekek, gyermekes családok részére, ezt ugye minden évben, itt december elején megtartjuk. A jövő hét folyamán még az intézményekkel kell egyeztetnem a gyűjtési pontok ügyében, de jövő hét folyamán ezt meg fogjuk hirdetni, és előre láthatólag december 1 és december 15 között zajlik ez a gyűjtés, úgyhogy mindenhová juttatjuk majd ezeket az információkat, és bízunk benne, hogy idén is minél több gyermekes családnak, gyermeknek tudjuk majd szabítani a karácsonyt, úgyhogy ebben majd kérem a lakosság, illetve az agyaiak segítségét is a gyűjtéshez. És akkor én köszönöm szépen egyrészt az intézmények dolgozói vezetőjének az egész éves munkájukat, és akkor mindenkinek, hát már most előre egy picit így november végén kellemes ünnepeket kívánunk, hogyha addig már nem lesz szűrésünk. Köszönöm szépen. Decemberben ugye nem várható, legalábbis rendes, most nem terveztük. Köszönöm szépen. Nincs most. Köszönöm. Erika. Én visszaérve csak annyit, hogy minden képviselőnek kiosztásra került, ugye küldte a Gyevi ártófogató körének a vezetőségek megküldte a kis antológiájukat, Algyai Paletta 2 néven, úgyhogy ebben algyai alkotóknak a kisebb novellái, versei találhatóak, úgyhogy ennek is egy kis reklámot hagy tegyek itt most, és köszönjük szépen a példányokat, én gondolom, hogy szívesen fogjuk forgatni. Visszaért a kör, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha más nincs, akkor a nyílt ülést ezennel lezárom. Nagyon szépen köszönöm az eddigi munkát. Egyetlen egy napi rendi pontunk maradt, én úgy gondolom, hogy gyorsan fogunk majd végezni, de köszönöm szépen egyrészt a videó megnézőknek, akik végig nézték a mai adást, és hát valóban, ha nem találkozunk addig, akkor mindenkinek nagyon boldog karácsonyt és egyéb ünnepeket kívánunk innen a testületi teremből, és hát vigyázzon mindenki magára. Köszönöm szépen!